Tisztelt képviselőtestület, tisztelt televíziónézők, tisztelt hallgatóság! A 2022. március 24-i soros testületi ülést megnyitom. Megállapítom, hogy a testület teljes létszámmal jelen van, határozatképes. Napirendi pontokra teszek javaslatot. A napirendi pontok a meghívóba szereplő napirendi pontok, amelyet írásban megkaptak a képviselők, valamint zárt ülést is kell tartanunk helyi kitüntetésekkel kapcsolatba. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem szavazzon most. Köszönöm szépen, egyhangú szavazással elfogadtuk a napirendi pontokat. A legelső napirendi pontunk az interpellációk. Kérdezem jegyzőasszonyt, hogy írásba érkezett-e interpelláció? Nem érkezett írásbeli interpelláció. Írásban nem érkezett interpelláció, szóbeli interpellációk megtételére van lehetőség. Képviselőtársaim, mi a szó? Tessék ön. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Polgármester úrtól szeretném megkérdezni. A Rákóczi Ferenc utca, szeretném pontosabban behatárolni, a Kanyar ABC előtt az úttest, az aszfalt burkolat már több mint két hónapja fel van vágva. Ki is volt az jelölve táblával, de már szerintem a tábla sincs ott. Az lenne a kérdésem, hogy ez mikor kerül helyreállításra. Nagyon baleset veszélyes ez a terület így. Ugyanez tulajdonképpen a Kossuth úton, Elevenház és a Bordás műköves környékén, ott is már szerintem több mint két hónapja ugyanez van. Nem tudom a tábla, hogy ott van-e még, vagy nincs ott. Szorgalmazik el, hogy ezek minél hamarabb elkészüljenek, ezek a javítások. És hogyha már útról kezdtem el az interpellációt, akkor a Hunyadi János utca vége. A Szent Andrási utcán, ahogy áthaladunk, átmegyünk, a 45 és 48 szám előtt szeretném pontosan behatárolni a helyet. Komács Zoli bácsiék laknak ott azon a területen, az útburkolat meg van süllyedve. Ezt már szerintem két éve is jeleztük ezt a problémát. Itt az autóknak az alja is már leér, hogy van-e arra mód és lehetőség, hogy ezt minél korábban ezeket az út szakaszokat fel lenne újítva, vagy meg lenne javítva, vagy ki lenne javítva. Szeretném továbbítani a fiataloknak a kérését. Szeretnék tudni, hogy szabadtéri kondiparkot az önkormányzat, hogy tervébe van-e, hogy ilyet létesít. Ha igen, akkor hol és mikor? És három pályázatról szeretnék érdeklődni. Az egyik a Munkácsi utcai pályázat, hogy ez milyen stádiumban és egy hogy áll. Továbbá a Bringa Park és a piac felújításával kapcsolatban szeretném megkérdezni a polgármester urat, hogy ezek a pályázatok, ezek belettek-e adva, el vannak-e bírálva, vagy pedig ezek sikeres pályázatok-e. Én nagyon röviden ennyit szerettem volna, és akkor várnám a megtisztelő válaszát, polgármester úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szerintem folytassuk azt a gyakorlatot, hogy elhangzik egy interpelláció, megválaszolom, és akkor úgy megyünk tovább. A Rákóczi út és Kossuth út területén vízügyi bontás történt, tehát csőtörés volt, és ezért felbontották az utat. Ennek a helyreállítását március 15-e után kezdhette meg a vízmű, mert addig nem engednek országos közúthoz hozzányúlni. Most hétfőn volt itt igazgatóasszony, egyeztettünk, hogy ki van adva ennek a munkának az elvégzése egy vállalkozásnak, úgyhogy napokon belül ezt meg fogják javítani, ki fogják javítani, most már meleg aszfalttal, tehát nem hideg aszfalttal, tehát tartósabb lesz a megoldása. A Hunyadi utca 45-47 előtt ott egy új utca nyílt, és sajnos ennek az átkötésénél, vízbekötésnél, gázbekötésnél ott megsüllyedt ez a terület. Egyszer már kértünk rá árajánlatot, de olyan magas összeget kértek volna helyreállításra, hogy az volt a Városgondnoksággal az egyességünk, hogy megcsináljuk saját magunk úgy, hogy csak a anyagot kelljen megvásárolni, de sajnos még nem került sorra. Most a tavasz folyamán ez megjavításra kerül. A szabadtéri kondipark a idei költségvetésünkben nem szerepel.
de figyeljük a pályázatokat. Volt egy ilyen beadott pályázatunk, arra nem kaptunk választ, és már biztos, hogy el is évült, de figyeljük a pályázatokat, ezt pályázatból tudjuk megoldani. A Munkácsi utcának az előkészítése folyamatban van, ennek a következő hónapban történik a beadása, mert nem nyílt még meg ez a pályázat. Ez 200 millió forintot meghaladó összeget jelent, úgyhogy nem is mindent tudunk a tervek szerint megvalósítani, de meg tudjuk szélesíteni az utat, a ivóvíz megoldást, csőcserét, ezt meg tudjuk oldani, de a belvízelvezetésnél most vannak egyeztetések, év délelőtt volt erre megbeszélésünk, a belvízelvezetésnél meg kell néznünk, hogy hogyan tudnánk költséget csökkenteni. A Bringa Parkra megnyert pályázatunk van 20 millió forint értékben, erre éppen ma is volt egy visszajelzésünk, készen van a kiviteli terv, most 3 ajánlatot kell bekérni, és jövő hónapban vége felé megindulhat a kivitelezés. Ez a tervek szerint 10 nap alatt megvalósul, legalábbis ezt ígérik. A piac pályázatunkra már minden hiánypótlást elküldtünk, ez egy beadott pályázat, bírálat alatt van, még nincs visszajelzés, hogy nyert pályázat, vagy pedig elutasított pályázat. Rajtunk nem múlik, teljes egészében pótoltuk azt, amit kértek. Köszönöm szépen. További interpelláció. Tessék meg. Sági bejelentés, az EGRI úr 2 szám alatti ingatlan előtt már azt a levelet annak idején, amikor a városbejárást végrehajtottuk, akkor csatoltuk a városbejárásnak a dokumentumaihoz 2019. júliusi a levél, akkor a ottani lakó ígéretet kapott, hogy egy villanyoszlopot és egy világító testet kap, azóta is korom sötétség van, úgyhogy ezt próbáltam volna megjelezni. Foglalkoztunk ezzel a beadvánnyal, nem villanykaró elhelyezésével, hanem a két mellette lévő karón lévő lámpatestek kicserélésével oldottuk meg. Én utána este is megnéztem, nincs sötét. Tehát két olyan ledes lámpát raktunk föl, amelyiknek a világító testjei ezt a részt teljesen bevilágítják. Ráadásul a EGRI utca 2 alatt lakó polgárunk saját reflektort is felszerelt mozgásérzékelővel, tehát nincs sötét az utcában. Ezzel költségtakarékosan oldottuk meg, hogy a két lámpát kicseréltük, mert egy oszlop elhelyezése sokkal költségesebb lett volna. Este meg kell nézni. További interpelláció. Tessék, Bancsa. Polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Én 2 lakossági megkeresést szeretnék jelezni. A városbejárás során már 2 évvel ezelőtt is téma volt a Tinódi utca, Hold utca 1 sarkán lévő ingatlannak az állapota, illetve annak a, én már úgy gondolom, hogy járványügyi veszélyeket is rejtő állapota. Ráadásul most már annyira benőtte a gaza környéket, hogy a járdát ott nem is tudják a lakosok használni. Úgyhogy ennek a folyamata hogyan áll, vagy sikerült-e megtalálni a tulajdonost. Ráadásul ott nem csak a Hold utca 1 szám alatt lévő házban van hasonló probléma, hanem a Hold utcánál lévő kis közben is van egy hasonló ingatlan, ami szintén ilyen elhanyagolt állapotban van, és már többször jelezte a lakó, hogy nem tudnak ezzel a problémával mit kezdeni. Ez az egyik kérdés, vagy jelzés. A másik pedig a Kisotthon áruház mellett lévő parknál olyan nagy mennyiségű, illetve magasra nőtt és túlburjánzott gajak, illetve ágak veszélyeztetik a közlekedést, illetve hogyha oda nagyobb autó fordul be, akkor megkarcolja, illetve hát szintén veszélyt rejt. Köszönöm szépen ezt a két dolgot. Köszönöm szépen. A műszaki iroda foglalkozott a Tinódi utca, Hold utca
sarkán lévő telekkel, majd erre Melindát kérem meg, hogy válaszoljon. A Kisotthon áruház mellett megnézzük, és akkor a Városgondnokság ezt a gajakat le fogja vágni. Van most olyan 20-22 ilyen helyünk, meg kell néznem, hogy benne van-e, hogyha nincs, akkor beleteszük. A kérdéses ingatlan kapcsán már többször próbálkoztunk mi is, mint önkormányzat, bármilyen szigorral élni. Ott a tulajdonosok elég tág körben mozognak, nem egészen elérhetők. Az építés hatósági feladatok kapcsán, tehát az épület megjelenése, maga a környezet, tehát ami a telken belüli rész, azt részben mi tudjuk kérni, kötelezni nem igazán. Az építés hatósági feladatok kapcsán pedig Szolnok, illetve a kijelzett iroda Jászberény, aki eljár. Ezeket a jelzéseket több helyen van a városunkban olyan ingatlan, akár épület, akár a telek állapota, hogy jelzéssel élünk, jó esetben, ha idejük engedi, elég kevesen vannak, kijönnek, kötelezik őket, de sajnos a tulajdonosi kör nem egészen partner abban, hogy ott bármi történjen. Újra meg fogjuk nézni, hogy hol tart az ügy, illetve felvesszük a kapcsolatot a tulajdonosokkal, ha tudjuk, illetve az építés hatósággal, hogy milyen előlépést tudnak tenni. Nem mindig kapunk értesítést, a végső döntésről szoktak küldeni egy határozatot, hogy mire jutottak, és hogyha bármi történik az ügyben, akkor azt ugyanúgy értesítenek az önkormányzatot. Majd utána járunk, és mindenképp referálunk akkor ebből. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azzal egy mondattal szeretném kiegészíteni, hogy az, hogy elkerült tőlünk ez a lehetőség, hogy a felszólítást, a határozatot mi bocsássuk ki, ez nagyon nehezen kezelhetővé teszi a dolgot. A megyére 3 szakember van, az egész megyére. Tehát nagyon nehezen jutnak ide, nagyon sok dolguk van, nagyon elfoglaltak, és ők Szolnokon vannak. Tehát itt helyből a kerékpárra felülve a kollégák ki tudtak menni bárhová áruszálláson, de most ezt nem tehetjük meg, mert ez elvételre került a önkormányzattól. További interpelláció. Tessék meg. Polgármester úr, jegyzőasszony, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők. Jegyzőasszonytól szeretném először kérdezni, hogy a lakáshoz, első lakáshoz jutók rendeletéről ugyan még nem szavaztunk, most szavazunk, hogy azzal kapcsolatban hogyan változik az eljárásrend, akkor tegyem föl, vagy már most föltettem ezt a kérdést, csak egy pár mondatban, ha összefoglalná jegyzőasszony, akkor ez lenne a kérdésem. Az egyik, és még egy jegyzőasszonyhoz, hogy bár tudjuk a médiából, de legyen szíves már a lakosságnak, mert nagyon sok lakossági megkeresést kapunk, ugyan tudunk rá válaszolni, de megerősíteni, hogy hogyan, tehát hogy kiírható a helyi időközi önkormányzati választás, tehát csak ezt szeretném kérni. Polgármester úrtól, vagy nem tudom, hogy esetleg most válaszol jegyzőasszony, vagy mondjam végig. Jó, köszönöm. A strandról nagyon sok megkeresést kaptam, hogy nyit-e várhatóan május 1-én ugyanolyan feltételekkel, amilyennel eddig, várható-e változás belépőknél, tehát hogy mi a rövid távú terv a nyárra. Lakossági megkeresést kaptam, hogy nagyon jó volt 2 évvel ezelőtt, illetve folyamatosan ritkították itt a takarékszövetkezetnél a tuják alját, hogy esetleg most már megint lehetne, mert újra szemétlerakóvá vált. Illetve az ott élők jelezték, hogy a zöld 9 sarkán ugye lebontásra került, és nagyon örülnek ennek az épületnek, hogy lebontásra került, de most viszont kialakított a lakosság ott egy szemétlerakót, és már most egy ilyen 1,5-2 méter magasságban oda viszik a szemetet a lakosok. Hát ez nagyon szomorú egyébként, tehát megállapíthatjuk, hogy nagyon szomorú, de mivel nincs elkerítve, hogy esetleg a tulajdonost fel tudjuk-e szólítani arra, hogy ezt ott vagy kerítse el, vagy akkor a szemetet valahogy takarítsa el, mert most már a környezetre is veszélyes, egészségre is, illetve a látvány is. Lakossági megkeresést kaptam szintén a hulladékudvarral kapcsolatban, hogy van-e arra lehetőség, hogy gyakrabban legyen nyitva, illetve tehát a nyitvatartási időn módosítsunk, vagy több konténer legyen az idejében, hogy tervezi az önkormányzat. A szelektív szigetek gyakrabban való ürítését is szorgalmazták a lakosok. Illetve én szeretném megkérdezni polgármester úrtól, hogy mit tudhatunk most így márciusban a biológiai szúnyogirtásról, tehát a lakosságot ez majd mennyiben érinti, hogyan kell elképzelni, csak egy pár mondatot, hogyha lenne szíves mondani róla.
És itt csatlakoznék Gonda Csaba képviselő megkereséséhez, akkor ez a véletlen lehetett így. Nem tudom a házszámot, mert nekem Egri utca 1, én előttem itt van a kérelem is, tehát hogy ugyanarról beszélünk-e, de én a mai napon jártam ott, és a mai napon hívta föl újra az ott élő a figyelmemet, és elmondta, hogy 40 méter hosszú, tehát leírtam napnyugtakor, illetve esti-éjszakai órákban, szinte semmit nem lehet látni az utcában, város szélén helyezkedik el, fényforrás nem világítja meg, 4 gyermeket nevelnek, és nagyon-nagyon sötét van. Tehát nem tudom, hogy ugyanarról beszélünk, de valószínű, hogy ugyanarról, csak nekem Egri utca 1 van, tehát még ez az idéglenes megoldás, vagy ez a fényforrás, akkor csak nem tudom, hogy elég lett-e, mert ez egy mai teljesen friss kérdés a lakostól. Nagyon szépen köszönöm. Tehát az első lakásos támogatásos rendeletet, amelyet majd most fog tárgyalni a képviselőtestület, ez teljes egészében a mostani rendeletnek megfelelően lett kidolgozva, tehát az eljárásrendben semmilyen változás nem történik. Ugyanúgy a hatósági irodán kell kérelmezni, meghatározott kérelemnyomtatványon, szükséges mellékletek csatolásával. Egyedül a támogatási összeg változik, használt lakás vásárlása esetén a vételár 20%-a maximum 1 millió forintig, új lakás vásárlásra építés esetén pedig 1 millió forint, tehát az adásvételi szerződésben ennek kell egy részletnek lenni a vételárból. Az időközi választás kapcsán április 10 után kitűzhető az időközi választás, az elmaradt időközi választást pedig április 10-től számítva 15 napon belül ki is kell tűzni. Nagy valószínűséggel április 20-án fog ülni a helyi választási bizottság, és július 3-án fog sor kerülni az időközi választásra Jászárok szálláson. Köszönöm szépen. Még az első esetleg, tehát akkor az április 1-től, és akkor az adásvételi szerződésen, aki az első lakáshoz jutáshoz, ott már április 1-je utáni dátumnak kell szerepelni? Mert aki most egy nagyon friss megkeresést kaptam, tehát akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy annak is, tehát nem lehet egy mostani adásvételi szerződés. Nem, de a hatósági iroda az első lakásosok adásvételi szerződéseit készítő 3-4 ügyvéddel ezt már körülbelül egy hónapja februári testületi ülés után ezt a változást ki is közölte. Nagyon szépen köszönöm. Nincs mit. A strandnyitással kapcsolatban a felújítások jól haladnak, a terveink szerint május 1-én nyitunk, ha az idő is olyan lesz. A vészhelyzet még nincs visszavonva, tehát emelni semmi módon nem lehet. A belépői jegyeknek a ára ugyanannyi lesz, mint volt előző 2 évben. Ehhez hozzá kell tennem, hogy a költségeink körülbelül ennek a duplája, mint amennyi a belépő jegynek a ára lesz. A takarékszövetkezetnél a tujákat meg fogjuk metszeni. A zöld 9-es telekkel kapcsolatban Melinda, légy szíves majd utána szólni. A hulladékudvar nem a mi hatáskörünk. Annyiba tartozik hozzánk, hogy úgy üzemel, hogy a mi dolgozónk működteti, de ez a régiókomnak a tulajdona, a régiókomnak a fennhatóság alatt van, és ő is szállítja el a konténereket, illetve ő biztosítja. Vannak gondok a konténer szállítással. Az a vélemény, hogy több hulladékot gyűjtünk össze, mint Jászberény. Tehát elég sokszor kellene, hogy forduljon a kocsi. Mindent megtesznek, de egy ilyen kocsija van a régiókomnak, és hát nem mindig ér ide időbe. Még úgy se, hogy a zöld hulladéknál a Caterpillárral mindig segítünk rajta, hogy ne csak egy pár mázsa legyen a konténerbe, de több konténert nem tudnak biztosítani, épp ezért a nyitvatartást nem érdemes bővíteni, mert ha tele vannak a konténerek, akkor hiába vagyunk nyitva. Ugyanez a szelektív szigeteknél is előfordul. Én látom, hogy nagyon sokat dolgoznak, de kevés a emberük és kevés a gépkocsijuk. Ezt nem mi szállítjuk, hanem régiókom üríti ezeket a konténereket, a szelektív hulladékos konténereket is. A szúnyogírtással kapcsolatban szintén Melinda fog mindjárt adatokat mondani. Én ezzel Egri úttal kapcsolatban én javaslom, hogy menjünk ki este, együtt nézzük meg. Nem valós az, hogy gondot okoz.
minden ilyen utcába, amelyik nem főút, második karókon szokott lenni a világítás, mindenhol úgy van az egész városban. Tehát itt a második karón, mindkét karón van nagy fényforrás. Tehát nincs sötét ebbe az utcába. Tehát én azt javaslom együtt is akár, vagy külön-külön nézzük meg. Én megnéztem, mert ez a beadvány itt volt már nálunk. Ezzel a megoldással ez a probléma megoldódott. Tehát máshol is, a üdülő területen is jönnek olyan véleménnyel, vagy olyan kéréssel, hogy minden oszlopra tegyünk lámpát, de azért el kell gondolkodni rajta, hogy éppen ezen a területen olyan mértékű áramáll emelkedés van, hogy a 40 millió forint körüli összeget is el fogja érni az idén a költsége ennek 1450 lámpának, ami van most árokszálláson. Tehát nagyon meg kell fontolni, hogy hogyan sűrítjük ennek a lámpáknak a elhelyezését. Itt meg a sűrítés annyit jelentett, hogy a két oszlopra tettünk, és így tulajdonképpen bevilágítottuk ezt a részt. Melinda? A telek kapcsán ott ugye elbontásra került az épület sokára. Felvesszük, megnézzük, hogy ki most a tulajdonos, mert eléggé változtak a személyek, és felvesszük velük újra a kapcsolatot, kérve őket, hogy takarítsák ki. A telekbe kerítése lenne megoldás még, de arra kötelezni nem lehet senkit jelen esetben, úgyhogy első körben megpróbálunk szót érteni a tulajdonosokkal vagy tulajdonossal, és remélhetőleg ő eltakarítja, de hogy utána arra járó emberek újra bedobnak szemetet, hát megakadályozni nem tudjuk. Azt esetlegesen hát táblát kirakhat, hogy ne tegyenek le szemetet, de ez sem szokott gát lenni, hogyha valaki szemetelni akar. Úgyhogy első körben ezt tudjuk tenni, hogy felveszük vele a kapcsolatot. A szúnyogérítés kapcsán egyeztettünk egy szakcéggel. Javaslata szerint időjárástól függően minimum kétszer javasolt szúnyogot írtani. Ha esős az időjárás, akkor 4-5 alkalommal is javasolt. Kétféle mód van, a kémiai és a biológiai. A kémiait javasolják ők, az egy hatásosabb szúnyogírtó módszer, a biológiait inkább mocsarak, vizes területek közelében javasolt. Megkérdezték, hogy mekkora területről van szó, hogy ez ettől tették függővé. Nekünk a teljes közigazgatási területünk az 7 hektár, 716 négyzetméter, ebből a belterületre koncentrálunk most első körben, ez 606 hektár, és ők hektáronként 1900 forint plusz áfában gondolkoznak, ami azt jelenti, hogy egy alkalom az 1.462.000 forintot tesz ki, ami a teljes településre vonatkozik. Hát javaslatuk szerint minimum kétszer kell. Hogy mikor érdemes, az május-június elejére mondják ők. Úgyhogy első körben őket kerestük meg, de megkeresünk másik céget is, hogy milyen lehetőségeink vannak, és ezt követően lehet erről dönteni, hogy akkor meg is valósuljon. Kérem. Ehhez még hozzá kell tenni, hogy összesen 1 millió forintot szerepeltettünk a költségvetésben, mert a tavalyi ajánlatok alapján elég ne kellett volna lenni. Most kiderül, hogy egy kezelést is többért csinálnak, mint 1 millió forint. Tehát meglátjuk, hogy akkor a tartalék alapból lehet hozzátenni, hogyha többszöri kezelésre van szükség. További, tessék, parancsoljon! Tisztelettel köszöntök mindenkit! A autóbuszok helyi parkolásával kapcsolatban szeretnék érdeklődeni. Egyes helyeken a útpatkát már félig benyomták az árokba. Tehát, hogy hol lehet, vagy hol tudnának esetleg máshol parkolni az autóbuszok. A következő megkeresés viszont a Szarvágypatak szennyvíz tisztító telep mögötti részén, hogy mondjam, a patakvize úgy be van sűrűsödve, most nem tudom, hogy ez annak tudható be, hogy kevés csapadék volt, vagy a tisztító telep nem tudott úgy működni, hogy kell. Köszönöm szépen. Ennek a parkolásnak, a autóbuszok parkolásának megoldására többször nekifutottunk. Javasoltam, hogy egy helyen legyenek, ez kézenfekvő is lett volna a vasútnál, ahová most a Ficek tüzép kipakolt. Tehát azt a részt tudtuk volna ezre felhasználni. Sajnos egyetlen egy busz tulajdonos se kívánt erre pénzt fordítani.
Tehát ott úgy lehetett volna megoldani, hogyha őrzéssel van, mert azért viszik a házuk elé, hogy az őrzéssel ne kelljen foglalkozni. Egy újabb kört megpróbálok benne, vagy megpróbálunk a műszakkal tenni. Most a pálya előtti, tehát itt a Széchenyi úton, pálya előtti parkoló úgy lesz kialakítva, hogy oda legalább 3 busz elfér, de ez több, mint 3 busz, tehát szanaszét sokkal több van. Itt is a fordulóba, buszfordulóba is 3-4 busz éjszakára itt parkol, de itt se fér több. Tehát mindenhogy föl kell mérnünk újra, és valami közös megoldásba gondolkodni. Mert ez így nem megoldott, ez valóban mi is látjuk. A Szarvágypataknál egyértelműen az eső, a vízhiány okozza. A szennyvíztisztítót folyamatosan ellenőrzik, onnan nem jár ki olyan anyag, ami a besődősödést okozhatja. Tehát arra várunk, hogy legyen eső, és akkor átöblíti ezt a részt. Köszönöm. További. Tessék, mondj. Jó napot kívánok. Nagy tisztelettel üdvözlök mindenkit. Az én interpellációm azzal kapcsolatos lenne, hogy a tavalyi évben az önkormányzat a májusfák igénylésére lehetőséget biztosított a lakosságnak. Ezt a tavalyi évben javasoltam, és nagy örömömre szolgált, hogy ez meg is valósult. Pozitív visszajelzések érkeztek ezzel kapcsolatban, és éltek is a fiatalok szép számmal ezzel a lehetőséggel. És a másik pozitívum az volt, hogy rongálásról nem érkezett hír. Tehát előzetesen leadott igénylés szerint mentek el, és vették fel az előkészített fákat. Meg szeretném kérdezni, hogy az idén tervezi az önkormányzat ennek a lehetőségnek a folytatását, a biztosítását. Én mindenképp most is szeretném javasolni, és hogyha igen, akkor javasolnám azt is, hogy a következő jászvidék tartalmazzon egy ezzel kapcsolatos információt, hogy minél többen értesüljenek róla. Köszönöm. Köszönöm szépen, ez tavaly is egy nagyon jó ötlet volt, mert addig nekem is a üdülőben a május első éjszakáját kint kellett töltenem, mert olyan nagy 15-20 centi átmérőjű fáknak nekiestek, és megpróbálták kivágni, ami nem mindig sikerült, de azért, hogyha jött a szél, akkor az elég veszélyes volt. Így tavaly a Telek Pállal megegyezve az összes olyan ágat, ami méretes volt, azt levágtuk és bevittük, beszállítottuk. Ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, folytatni akarjuk. Tehát hirdetni fogjuk mindenhol. Köszönöm. További interpelláció. Lezárhatjuk az interpellációs időszakot. Kérdezem interpelláló képviselőket, hogy a választ elfogadják-e? Kérdezem a testületet, hogy a választ elfogadja-e, aki igen, azt kérem szavazzon most. Köszönöm szépen. Egyhangú szavazással a válaszokat elfogadta a testület. A következő napirendi pontunk beszámol a két ülés között végzett munkáról. Ez írásba kiküldésre került, a képviselőtársaim megkapták. Egy pár pontot szeretnék kiemelni belőle. A Régiókom társulást közgyűlésén, Jászapátin értékeltük a múlt évet, és a idei költségvetést fogadtuk el. Nagyon kihegyezett a gazdálkodása, és most következnek azok az időszakok, amikor a járműveket is cserélni kell, mert ezek pályázatból megvásárolt járművek, nagyértékű járművek, és már tervezni kell majd a cseréjüket. A Kossuth-úti járdával kapcsolatban több bejárás is történt, hogyha most figyelmesen jöttek a képviselők a ülésre, láthatták, hogy jelenleg is a patkát nyesik. A KHT-val történt bejárás során sikerült elérni, hogy az összes belterületi főútunknak a patkáját le fogják nyesni, nem csak a Kossuth utat. Tehát a Rákóczi, Széchenyi és a Kossuth út is lemetszésre kerül. Ez nagyon fontos annyiból, hogyha az úton megáll a víz, akkor az útnak vége van. Tehát a patka le kell, hogy engedje a vizet, és így most ez megvalósul.
Ennek nyilván az volt a föltétele, hogy mi pedig bevállaltuk azt, hogy a Kossuth úton a új járda melletti ároknak a tisztítását saját emberünkkel, saját költségünkre elvégezzük, és így ilyen bartelba megegyeztünk, ami mindnyájunknak jó, jó a KHT-nak és jó az árokszállásiaknak is. A tűzoltó épületet vettük górcső alá Lackó József tervezővel. Fölmerült az az igény, hogy a kettes számú szernek is legyen az épületen belül helye. Lackó úr hozott egy statikust, együtt átnézték, azt mondták, hogy nem megoldható, mert az épület olyan szerkezettel van ellátva, hogyha valahol belebontunk, akkor kétséges, hogy a többi része is megmarad. Tehát továbbra is keressük a ketteszernek az elhelyezési lehetőségét. Ennek az épületnek a tetőszerkezet felújítása benne van a költségvetésünkben, ezt meg is fogjuk tenni. Ezzel együtt szerettük volna megoldani a ketteszernek a elhelyezését. Sajnos ez műszakilag, azt mondták a szakemberek, nem megoldható. Mindenhogy a tető cserénél, a héjazat cserénél úgy oldjuk meg, hogy a bádogozás, egy méteres bádogozás van, ami mindig beházik, tehát az el fog tűnni, és teljes egészében a szarufák úgy lesznek megoldva, hogy a bádogozás nélkül a cserép teljesen a ereszig le fog jönni. Ezt már a tervező föl is vázolta, hogyan lehet megoldani. Határaink mellett folyik a háború Oroszország és Ukrajna között, és összesen 3 család érkezett árokszállásra, őnekik a elhelyezésével kapcsolatban voltak feladatok. Egy családot kellett elhelyeznünk önkormányzati épületbe, a másik 2 család magánházaknál szállt meg, és ennek az egy családnak ideiglenes elhelyezése egy szolgálati lakásba történt. Holnap történik az átköltöztetésük a Kisfaludi utcai ikerháznak a jobb vagy bal oldalára, ahol Melindáék laknak, annak a másik oldalára. Ennek a helyrehozatala régóta nem volt használva ez a lakás, mert nagyon költséges a felfűtése meg a lakhatás benne. Ennek a felújítása megtörtént, ma a takarítása is, és holnap ez a költözés meg lesz. Engem megdöbbentett egy-két vélemény, amikor beköltöztettük ezt a családot ebbe a szolgálati lakásba, ami önkormányzati lakás, tehát nem szívességet kértünk senkitől, és az ott lakók közül az egyik pedagógus, hát egészen alpári módon mondott véleményt erről a dologról. Én azt gondolom, hogy akinek nincs beleírző képessége, empátiája ezekkel az emberekkel kapcsolatban, az eléggé elítélendő. Tehát ők a háború elől menekülnek, minden segítséget meg kell, hogy tudjunk adni, és idáig még ez pénzbe nem is került, mert ez a lakás itt állt üresen, mert szolgálati lakás az óvodát szolgálja ki. Oda várunk még egy óvónőt, és annak tartjuk fönn ezt a lakást, de most nem volt jelentkező, tehát nem ütközött semmi dologba. Akkor is elmondtuk, hogy ideiglenes elhelyezésről van szó, de 3 hölgyet és 3 gyereket nem hagyhattunk az utcán, tehát el kellett helyezni, és most ezt tovább is gondoltuk, tovább is visszük, és fönntartjuk a jogot továbbra is arra, hogyha ilyen helyzet kialakul, akkor a üres lakásainkat erre föl fogjuk használni. A strand működési engedélyével kapcsolatban kaptunk egy felszólítást a vízügytől. Fél éven belül új működési engedélyt kell megszereznünk a strandra, ami főleg arra lesz kihegyezve, hogy hová folyik az elfolyó víz. A jelenlegi működési engedélyünkben ez úgy szerepel, hogy közvetlen a Szarvágyba folyik, és
két képviselőtársunk ezt a vízügynél Miskolcon megreklamálta, és ennek a következtében egy új eljárást kell lefolytatnunk, amit már egyeztettünk is a mérnökkel, aki eredetileg csinálta ezt a tervet. Amikor elkészítette, az tulajdonképpen még két év telt el belőle, még négy évig a terv, vagyis már engedély az érvényes lett volna. Most új megoldást kell találnunk. Ennek nagyon sok költség lesz, költségvonzata lesz, és egyúttal azt is jelenti, hogy át kell vizsgálnunk azt, hogy ahogy most a levezetés megtörténik, az maradhat-e úgy, vagy közterületet ki kell hozni. A mérnök ragaszkodik hozzá, hogy közterületet ki kell hozni az elfolyó vizet, és hogyha ezt így kell megcsinálni, ez több millió forintos beruházást igényel. Meglátjuk, azt is meg kellett kérdeznünk, hogy kinyithatjuk-e a strandot május 1-én. Azt a választ kaptuk, hogy kinyithatjuk, de ennek a új engedélynek a kérelmét fél éven be kell nyújtani minden anyaggal együtt, ami nem egy kis feladat lesz. Erre most átküldtük, ami most érkezett anyag a mérnöknek, és majd meg fogjuk kérni a Horgász Egyesület vezetőségétől, az egész vezetőséggel leülve, a mérnökkel, a műszaki irodával, erre vissza kell térnünk, és valamilyen megoldást kell találnunk. A postának a országosan a leépítése a hírek szerint megkezdődött. Tehát azt jelenti, hogy nagyon sok postát be fognak zárni, és csomagautomaták veszik át a feladatukat, illetve mozgóposták lesznek nagyon sok helyen. Még áruszálláson nem tudjuk, hogy milyen megoldás lesz, de hogy ebbe a formában nem marad, ez biztos. Tehát ezt a jövő évre prognosztizálják. Ennek a próba üzeme Egerbe most elindul. Ott 24 ember dolgozik a postán, és most ennek a próba üzemével meg fogják nézni, hogy hogyan lehet ezt megoldani épület nélkül. Két cég is jelentkezett, akik ilyen automatákkal foglalkoznak, közterületen szeretnék elhelyezni, ez is a föltétel, olyan módon, hogy parkolóhoz közel legyen, hogy meg lehessen közelíteni. Az egyik helyszínéül a postakúttal szembeni részt, ahol volt valamikor az a butik, annak a helyén helyeznénk el. Ez nem egy olyan hatalmas dolog, egy méterszel 3-3,5 méter összesen ez az automata. A másik céggel bejárva ő a piac környékéhez ragaszkodott, de ott nem találtunk ilyen helyet, az elég zsúfolt amúgy is, és itt a Kossuth úton, a Kossuth 3 előtti részen a parkoló és a járda közötti sávba gondolta, hogy a legjobb megoldás lenne. Ennek napelemes megoldása van, tehát nem kell hozzá semmi infrastruktúra. A másiknak a hálózatra való rákötését meg kell oldani, de ezt ő neki kell megoldani. Tehát ez a önkormányzatnak pénzbe nem kerül. Ütöbb utána fizetik a közterület használati díjat, meg egyúttal a lakosság kiszolgálása jó minőségben megtörténik. Hát ezek voltak a legfontosabbak ez alatt, a időszak alatt. Ha kérdés, vélemény van, képviselőtársaim, mi a szó? Bezárhatjuk ezt a napi nagypontot? Nincs kérdés, nincs vélemény. Aki a két ülés között végzett munkáról szóló jelentést elfogadja, kérem szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, elfogadta a képviselőtestület. Jaj, köszönöm szépen. A következő napirendi pontunk a
A település 2021 évi tűzvédelmi helyzetéről, tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről, a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság anyagából nem látok képviselőt. Jelezték, hogy nem tudnak részt venni a testületi ülésen. Nem tudnak részt venni, arra hagyatkozunk, ami le van írva, és nem tudom, Tibor, hogy kiegészítés, vagy... Jó, tehát nincsen kiegészítés, akkor van-e vélemény, kérdés? Anyagot mindenki megkapta, át tudta olvasni. Itt összefoglalva annyit elmondhatunk, hogy a tűzvédelem működik a járságban, és ez főleg a jászberényi központnak, illetve azoknak a egyesületeknek köszönhető, mint az árokszállási, és akik nem csak a megyén belül, hanem a megye határon túl is ellátnak ilyen feladatokat, például árokszállásiak ellátják Vámos Györköt, Tarna Őrsöt, Viszneget, Jász Dózsát, Jászágót, tehát, és amikor kell többi részt is, akár Jászberényt is. Tehát a műszaki felszereltsége és a szakember gárdája biztosított ahhoz, hogy ezt a feladatot ellássa. Van-e még kérdés, vélemény? És tessék, ez a kapcsolatban a véleményem, hogy láttuk a dátumot rajta, hogy ez február 15-i keletkezésünkkel elküldték, hogy ez ilyen beszámolókat, hogy vagy lehetne hamarabb is kiküldeni szerintem. Tehát most 29 napi rendi pont van, ez is egy elég hosszú beszámoló, hogy ilyen esetben ezt legközelebb nem lehet korábban kiküldeni esetleg. Csak egyszerre lesz. De megnézzük a lehetőséget, megtaláljuk valamilyen módon, vagy föltesszük a... Tehát úgy is úgy megy ki. A honlapja egyébként is hol van téve az anyag, tehát ott is olvasható. De ugyanakkor van föltéve, mint amikor kimegy. Tehát korábban megnézzük ezt a kérést, hogy hogyan tudjuk teljesíteni. Köszönöm szépen. Több kérdésvélemény nincs. Jó. Megnézzük a következő üléseknél, hogy tudjuk bepasszítani. Nem volt ilyen igény idáig. Tehát, hogyha lett volna ilyen igény, akkor... Tájékoztatás a tavalyi évi munkánkról, illetve a eseményeinkről. Nem, nagyon szívesen tárgyalunk is, mert fontos nekünk a tűzoltóság. Ha lett volna ilyen igény, akkor beletettük volna az idejébe is. Kérsenki tőlünk, tehát igazán mi volt, hogy én készítek, meg szoktam is adni bele, de most is hoztam 9 darabot, úgyhogy majd jó. Köszönöm. Megnézzük a bizottságokkal, hogy hogyan lehet beilleszteni a napi rendi pontok közé. Tessék, parancsolj! Helyzetben, amiben a világpolitika most épp van. Viszont ugye tartalmazza ez a beszámoló a katasztrófa védelmi felkészítést, illetve hogy ennek a képzéseknek a módját. És hogy a városnak van-e erre vonatkozóan egy konkrét terve, hogyha véletlenül bármilyen probléma történne? A törvény előírja, hogy a mozgósítási keretet hogyan kell felépíteni, ez jelenlegi személyre szólóan megvan árokszálláson is. Tehát különböző csoportok vannak, vegyvédelmi csoport, tehát mindegyik csoportnak megvan a vezetője, a tagjai, mozgósítási ütemterv hogyan történhet, tehát ez a törvény szerint biztosított árokszálláson is. Ezt ráadásul napra készen módosítani is kell, hogyha valaki egy munkahelyről kilép, aki belép helyette, az fel kell venni, másikat kivezetni, tehát ez a Nagy Gábor végzi nálunk ezt a feladatot. Döntés. Tehát dönthetünk, hogy elfogadjuk a beszámolót. Aki elfogadja a beszámolót, kérem szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, elfogadtuk a beszámolót, további jó munkát kívánunk a tűzoltóknak, a védőknek. A
polgárőrség beszámolója a következő. Polgárőrségtől itt van a vezető. Van-e kiegészítés, Krisztián, a leírtakhoz? Én annyit szeretnék még mondani, hogy nagyon szépen köszönjük a támogatást, amit ebben az évben kaptunk, mert próbáljuk felhasználni úgy, ahogy az kell. Igazából más nem szeretném volna. Akár bármi kérdés van, persze szívesen válaszolok bármi kérdésre. Köszönöm szépen. Örömteli az, hogy a idei költségvetésben meg tudtuk duplázni a támogatást. A tavalyi 1 millió forint után most 2 millió forint szerepel a költségvetésbe. Szinte előre éreztük, hogy sok lesz az infláció, és így pótoltuk. Kérdés, vélemény van-e a polgárőrséggel kapcsolatban? Tessék, parancsolat. Jó, köszönöm. Én azt szeretném megkérdezni, hogy eddig az iskola mellett volt mindig polgárőr, és az utóbbi időben nem szoktunk találkozni polgárőrökkel. Hogy ennek mi az oka, szabad erre választ kapni? Köszönöm szépen. Jó, akkor. Igazából, tehát a mi polgárőrségünk az legtöbb tagja dolgozó ember. Sajnos egy-két nyugdíjasunk van. Ezek tudják vállalni ezeket a szolgálatokat, a heti, tehát a napközbeni szolgálatokat. Most sajnos vannak betegeink, nem mindig tudunk vállalni minden szolgálatot. Mi megpróbáljuk, de ez nem mindig sikerül. Erre kérdést ezt tudom csak mondani most így. Jó. Jó, tehát erre jobban oda kell figyelni, mert ez nagyon fontos. Ott emberéletek múlhatnak rajta, hogy van-e lassítás. Nálam van itt a szó, hogy ezzel kapcsolatban, tehát nekem az a problémám van, hogy nagyon kevesen vagyunk. Tehát mai viszonylatban itt árokszálláson ilyen 8000, nem tudom pontosan hány fő van itt árokszálláson, közel 1%-ának kellene polgárőrségben lenni ők, az egy 80 fő. Sajnos nem nagyon tudjuk bevonzani semmilyen féleképpen, se a fiatalokat, se az idősebbeket. Próbálok az idén most toborzó napokat tartani, de egyszerűen nem fogékonyak rá az emberek. Arra kérnék képviselőtestületet, polgármesteret, hogy valami javaslatot felénk, hogy tudnánk ezeket az embereket bevonzani. Ez az önkéntes munka, ez nem annyira tetszik az embereknek. Az az első kérdésük, hogy mit fizetünk. Hát sajnos mi se kapunk egy forintot se ezért, úgyhogy mi se tudunk fizetni. Nem divat már az önkéntes munka ebből a szempontból, úgy látom. Próbálunk minél több embert bevonzani, de nem sikerül sajnos. Úgyhogy erre javaslatokat esetleg, hogy valami olyasmit felhívni a lakosság figyelmét, hogy nagyon szívesen várunk mindenkit, bárkit, nyugdíjasokat is, és a nyugdíjasok jobban ráérnek. Még ha csak az utcába kimegy, fölvesz egy mellényt, már az is nagyon nagy dolog az utcabelieknek. Nem, úgyhogy nekünk ez a most a legnagyobb problémánk, az, hogy nagyon kevesebb vagyunk. Tessék, Pöncsön. Részben már el is hangzott a válasz a kérdésre, mert én is ezzel kapcsolatban szerettem volna érdeklődni, hogy mi a elképzelés azzal kapcsolatban, hogy a taglétszámot valahogy a polgárőrség növelni tudja. A toborzónap az mindenképpen jó ötlet véleményem szerint, illetve említésre került az anyagban, hogy polgárőr találkozón való részvétel is cél. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen találkozó alkalmával biztos, hogy van lehetőség tapasztalatcserére más polgárőrségekkel, hogy ők hogyan tudják megoldani, esetleg jó ötletek onnan is érkezhetnek. És nem tudom, nagyon aktív az is ifjúsági tanácsunk. Én azt is tudnám javasolni, hogy ővelük egy kapcsolatfelvétel történjen. Az interneten biztos, hogy ők jól tudnák továbbvinni ezekkel kapcsolatos információkat. A magam részéről hirtelen én ezeket tudnám javasolni, és további jó munkát kívánok, és köszönjük a beszámolót. További kérdésvélemény a polgárőrséggel kapcsolatban. Lezárhatjuk? De. Aki a beszámolót elfogadja, és az elvégzett munkát is, azt kérem, szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, elfogadta a képviselőtestület. A következő napirendi pontunk a 2022 évi közbeszerzési terv
elfogadása. Minden évben közbeszerzési tervet kell készítenünk, akkor, amikor a költségvetést elfogadjuk, már körvonalazódik, hogy milyen munkákat tudunk elvégezni, milyen beruházásokat fogunk ebbe az évbe megvalósítani. Ennek megfelelően a közbeszerzési tervet elkészítjük. Ez jelzi a itteni, illetve a környéken levő vállalkozásoknak is, hogy számítunk rá, hogy pályázzanak, amikor a közbeszerzéseket ezekre a munkákra kiírjuk. A átvilágíthatóság, átláthatóság is része ennek a közbeszerzési tervnek, és ezért is szükséges ennek az elfogadása. Évközben vannak változások, vannak olyan beruházások, amik elmaradnak, vannak olyan beruházások, amik nem szerepelnek évelején, de közben pályázati forrásból, vagy pályázati forrásból is megvalósítható, akkor ezt a közbeszerzési tervet karbantartjuk, beemeljük, és úgy hozzuk mindenki tudomására, hogy milyen közbeszerzéseket szándékozunk elindítani. Nagyon oda kell figyelni a közbeszerzésekre. Igaz, hogy emelkedtek azok az összegek, ami fölött már közbeszerzés kell lebonyolítani, de mi egyszerűsített közbeszerzést is sokszor csinálunk, végzünk, ami azt jelenti, hogy 3 ajánlatot mindig bekérünk a legkisebb munkára is, és abból tudjuk kiválasztani a legjobbat. Nincsenek házi szállítóink, tehát minden egyes feladatnál azt nézzük meg, hogy a referenciák milyenek, milyen a vállalkozónak a ismertsége, illetve milyen munkát végez, és milyen ajánlatot ad, a legjobb ajánlatot fogadjuk el minden alkalommal. Van, amikor lehet olyan közbeszerzést kiírni, hogy csak 5 meghívottal, és lehet olyat, vagy kell olyat, amikor például most a torbadűlővel kapcsolatban a nyílt eljárást kell kiírnunk, tehát bárki bárhonnan pályázhat, és utána pedig a közbeszerzővel közösen értékelve a munkáját, a legkedvezőbb ajánlatot kell, hogy elfogadjuk. Ezt a bizottság tárgyalta? A bizottság elfogadása javasolja. Kérdés, vélemény van-e a képviselőtársaimnél a szó? Tessék, Varadzsa. Köszönöm szépen. Én a Városgondnokság vezetőjét szeretném megkérdezni, Telek Pál urat, hogy az árokásógép beszerzésével kapcsolatban az, amit ugye akarunk most venni, a Caterpillar vagy, ugye? És akkor megkérdeztem, amikor akartuk ezt venni, hogy ez tud árkotást, és akkor azt mondtad, azt hiszem, hogy ez nem árokásógép, de így az van feltüntetve, akkor ez tud árkotásni? Tehát ez árokású gép, de nem olyan árokású, mint amit mondjuk a Csukalajos kollégánk dolgozik vele, amíg tisztítja oldalról és kipakolja. Ez olyan árokású gép, ami mondjuk beláll egyenesbe, és maga után szeri ki fel az árkot. Tehát ennek van egy homlokrakodó jelző, és hátul egy gép. Ezzel is lehet árkot takarítani, de egy ilyen kis géppel sok esetben sokkal jobb volna egy takarítani vele. Köszönöm szépen. Kb. Ez a gép, ez olyan, mint a mostunkat elvillálunk, egyre nagyobb, egyre újabb, ezt jobban lehet akár egy aszfaltmaló adapterrel is fejleszteni, illetve más egyéb adapterekkel, ami későbbiekben esetlegesen hasznunkra válik. De úgy kell elképzelni, mint a mostunkat elvillálunk, tehát ez egy hasonló gép lenne, de egyébként ez a gépünk az, amelyiket szinte napi szinten használunk, földösszeszedésnél, földeltúrásnál, igazgatásoknál, tehát ez nagyon sokat, tehát többet használnánk, mint a kis gépet használjuk. Köszönöm. Tehát akkor megmarad a Lengyel-Sanyi féle árokásógép, ezzel nem árkot tisztítunk és tagadjuk? Ezt továbbra is vinni akarjuk, tehát ez nagyon jó konstrukcióba. Idén is már csináljuk, nyilván a kollégát, akit felvettünk, másra is használjuk a szakterületén belül, de ugyanúgy az áraktakarításokat idén még többet szeretnénk, mint a tavalyi évben takarítottunk ki, úgyhogy ezt tovább folytatjuk ezzel a géppel. Ez szerintem egy olyan konstrukció, amit saját géppel se tudnánk olcsóbban megoldani. Köszönöm szépen! Még hogyha már ebbe belebonyolódtunk, akkor el kell mondani, hogy
egy év a szállítási határidő erre a gépre, hogyha ez lesz a befutó a közbeszerzésen, amit említett Pali, ez egy mérettel nagyobb típus. Most ilyen időszakok vannak, tehát egy év előszállítási jogot föntartja a cég, de azt mondták, hogy nem nagyon valószínű, hogy egy év előtt ez megérkezik. Van-e még a közbeszerzési tervvel kapcsolatban kérdés, vélemény? Lezárhatjuk. A bizottság támogatta, azt hallottuk. Szavazhatunk. Tehát aki elfogadja a közbeszerzési tervet, azt kérem szavazzon most. Köszönöm szépen. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. Elfogadta a testület a közbeszerzési tervet. A következő a civil szervezetek támogatási pályázatainak elbírálása. Alpolgármester úr, a szó. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Az előző évek gyakorlatának megfelelően a 2022. évi költségvetés 5 millió forint keretösszeget tartalmat civil szervezetek támogatására, melyet pályázati úton nyerhetnek el. A pályázat keretén belül két iránycélet meghatározva, civil szervezetek kapcsolódni tudjanak, részt tudjanak venni a város kulturális rendezvényein, illetve vannak olyan civil szervezetek, akik tevékenységi körükből adódóan nem tudnak kulturális rendezvényen részt venni, ők az alapszabályban rögzített feladatokra tudnak pályázni. Pályázatnak határideje, beadási határideje az 2022. március 3-a volt 12 óra. Korábban a civil szervezetek megkapták a pályázati fölhívást, a város honlapján meg lett jelenítve. Határidőre 21 civil szervezet nyújtott be pályázatot. Két jogszabály rendelkezik ezzel kapcsolatban, amit mindenképpen meg kell említeni. Itt figyelembe kell venni, hogy kedvezményezett az a személy nem lehet, aki a döntést meghozza, vagy aki a döntésben, a döntés előkészítésében részt vesz, nem lehet kedvezményezett a polgármester, illetve velük közös háztartásban élő hozzátartozók sem. Sportegyesület, polgárőrszervezetek kivételével olyan egyesületek, amely a fent említett személyek kapcsolatosan tisztségviselői, alapítványkezelő szervének, szervezetének tagjai, tisztségviselői, ügyintéző, illetve képviselő szervezetének tagjai. Ők személyes érintettséget kell, hogy bejelentsenek, őket a szavazásból a képviselőtestületnek ki kell, hogy zárják, ők nem vehetnek ebbe részt. Továbbá olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, akik a beszámolójukat a megfelelő módon letétbe helyezték. Mindezek tudatába kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy döntsön az 5 millió forintos keretösszeg felhasználásáról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A bizottság tárgyalta? A bizottsági ülésen a bizottság részletesen átbeszélte a pályázatok elbírálását és az elhangzott összegeket a bizottság elfogadta. Ezek a mai napon egy táblázatban kiküldésre kerültek, és ezt a bizottság elfogadásra javasolja. Hogyha ettől eltérő vélemény van, akkor az lesz a módosító javaslat. Mert volt egy eredeti javaslat, volt egy bizottság által elfogadott, ami most itt van előttünk, hogyha valaki el akar térni, az lesz a módosító javaslat. Kérdés, vélemény? Hát a bizottság ülésen ezt elég hosszan tárgyaltuk. Lezárhatom. Tehát egyenként kell szavaznunk civil szervezetenként. Kérem, hogy mindenki figyeljen, hogy ne kelljen megismételni. A Jászárokszállás Néfőiskolai Társaságnak a javasolt összeg 150 ezer forint. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt. A Fortuna TSE részére javasolt összeg 280 ezer forint. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon most. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt, elfogadásra került. Magyar Vöröskereszt Jászárokszolnok megyei szervezeteinek Jászárokszállási Egysége 200 ezer forint a javasolt összeg. Aki ezt elfogadja, kérem szavazzon most.
Köszönöm szépen, ellenvélemény tartózkodás nem volt. A Caritas Központ Eger Szent Erzsébet. Úgy van befűzve, hogy nem látom. Igen, megvan. A gazdakör következik, 150 ezer forint a javasolt összeg. Aki ezt elfogadja, kérem szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt. Caritas Központ Eger, a javasolt összeg 300 ezer forint. Aki ezt elfogadja, kérem szavazzon most. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. A Jászárokszállási Kertbarát kör, javasolt összeg 250 ezer forint. Aki ezt elfogadja, szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt. A Férőbolt Küzdősport Szabadidő Egyesület, javasolt összeg 100 ezer forint. Aki ezt elfogadja, kérem szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt. Csörsz Vezér Galamb Díszmadár Kisállattenyésztő Egyesület, javasolt összeg 200 ezer forint. Aki elfogadja, szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt. Lapozunk. Futárok Sportklub, a javasolt összeg, pontosan itt van, 300 ezer forint. Aki ezt elfogadja, szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt. Nyugdíjas Egyesület, javasolt összeg 350 ezer forint. Aki ezt elfogadja, szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt. Tarnamenti Íjász Klub, javasolt összeg 250 ezer forint. Aki elfogadja, szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt. Jászárokszállási Ipartestület, javasolt összeg 150 ezer forint. Aki elfogadja, szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt. Árokszállásiak baráti köre, javasolt összeg 200 ezer forint. Aki elfogadja, szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt. Egy pillanat, ez volt a 13-as. Széchenyi István Általános Iskola Diákaiért Alapítvány, javasolt összeg 200 ezer forint. Aki elfogadja, szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a következő napirendi pontnál kérem a jelenlétemet, zárjátok ki a szavazásból, mivel hogy a Horgász Egyesület elnöke vagyok. Köszönöm szépen. A dolgozó Horgász Egyesülete következik. Kizárjuk a kérdésnek megfelelően elnök urat, aki egyetért vele, szavazzon most. Köszönöm szépen. Tehát jelen van, de nem szavaz. Egy tartózkodás. Hát csak képletes különben, mert gondolom nem ellene szavaz. Dolgozók Horgász Egyesülete, javasolt össze 250 ezer forint. Szavazzunk most. Köszönöm szépen. Tartózkodás. Nem, ő ki van zárva. Ki van zárva. Tehát elfogadtuk. 8 igennel. Szavazás előtt szeretném kérni, hogy zárjanak ki a szavazásból az Egyesület érintettsége okán. Aki egyetért a kizárással, szavazzon most. Köszönöm szépen. Ki van zárva, képviselő asszony? Sárok, ahogy szavazom. Egy tartózkodással. Jó. Tehát mozgássérültek városi csoportja, javasolt összeg 350 ezer forint, aki egyetért, szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, 8 igennel elfogadta a testület. Jársági Beteg Gyermekekért Alapítvány, javasolt összeg 170 ezer forint, aki egyetért, szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, elfogadta a testület. Pillanatról folytatódik. Klimatechnika Horgász Egyesület, Jászárokszállás, javasolt összeg 300 ezer forint, aki elfogadja, szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, elfogadta a testület. Jászárokszállási Cukorbetegek Klubja, javasolt összeg 300 ezer forint, aki elfogadja, szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, elfogadta a testület.
Kossuth Természetvédő Vadász Egyesület javasolt össze 250 000 forint. Aki elfogadja, szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, elfogadta a testület. És a 21. utolsó, a Deák Ferenc Gimnázium alapítványa javasolt összeg 300 000 forint, aki elfogadja, szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, így a 5 millió forintnak gazdája akadt. Ezt a napi rendi pontot lezárjuk. Tájékoztató a mezei őrszolgálat létrehozásának feltételeiről, jegyzőasszonyja szó. Köszönöm szépen. A rendészeti törvény alapján az önkormányzatok rendészeti szervet hozhatnak létre, a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeként, önálló költségvetési szervként vagy költségvetési szerv belső szervezeti egységeként. Ebbe a rendészeti szervbe tartozik a mezőőr is. A mezőőr feladata többek között az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldek, kivéve az erdőt és a halastavakat őrzése. A mezei őrszolgálat létrehozását a mezőgazdasági igazgatási szervnek be kell jelenteni, amely ezt az őrszolgálatot közhiteles hatósági nyilvántartásba veszi. A mezőőrök feladat szakmai felügyeletét a mezőgazdasági igazgatási szerv és a rendőrség látja el. A mezőőri szolgálat létrehozásának és működtetésének költségei több tényezőből tevődnek össze. Kiadási oldalon jelentkeznek a felszerelésével, a kötelezően biztosítandó mezőőri formaruhával kapcsolatos kiadások, a sörétes lőfegyver, a könyvgázszórópalack, a tanfolyam és vizsgadíjak, illetve egyéb működéséhez szükséges költségek, telefon, gépjármű, stb. Biztosítása, illetve a mezőr munkabérét is az önkormányzatnak kell biztosítani. Bevételi oldalon az egyik pillér az állami hozzájárulás, a másik pedig a mezőri járulék lehet. Állami hozzájárulásként az őrszolgálat megalakítási költségének 50%-át, de mezőrönként maximum 500 000 forintot finanszíroz az állam, illetve a költségeinek szintén 50%-át, de legfeljebb 90 000 forint per hó per fő megtérítését finanszírozzák. A kérelmet az Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarához kell benyújtani az önkormányzatnak. Ez a szerv megvizsgálja, hogy jogos-e az igény, és dönt arról, hogy kifizeti ezt a hozzájárulást, vagy sem. És amikor ez a határozat is véglegessé válik, akkor lehet a konkrét kifizetést kérelmezni az illetékes adóhatóságnál. A mezőri járulékot önkormányzati rendeletben kell megállapítani. Ehhez az önkormányzathoz tartozó külterületi földeknek valamennyi adatát be kell szerezni, amely térítés köteles a földhivataltól. Kiszámítva egy fő mezőr felszerelésének, alkalmazásának éves költségét, az iroda berendezésének költségét, kiadási oldalon ez közel 25 millió forintba kerülne, bevételi oldalon 7 millió 400 ezer forintot kapnánk, és 17,5 millió forintot kellene az önkormányzatnak saját erőként biztosítani. A városhoz tartozó ingatlanok számát külön ingatlan fajtánként kellene kigyűjteni, az ingatlan tulajdonosok, illetve használók nevét, személyes adatait, lakcímét, ez rengeteg adminisztrációval, több hónapos munkaórával és földhivatali költségekkel jár, ezután lehet a járulékot kivetni, meg nem fizetés esetén pedig adó módjára behajtani. Azonban a veszélyhelyzet fennállása alatt új díj nem vezethető be, így jelenleg mezőri járulékot nem lehet kivetni, így a mezőri szolgálat költségei még inkább az önkormányzatot terhelik, tehát a 17,5 milliónál több saját erőt igényelne. Arról sem készült felmérés, hogy az ingatlan tulajdonosok igényelnék-e, támogatnák-e ezen szolgálat létrejöttét, hajlandóak-e a költségek viselésében részt venni. A mezőr a közterületfelügyelőhöz hasonlóan a polgármesteri hivatalhoz tartozna, a polgármesteri hivatal épületében kellene őt elhelyezni. Jelenleg az épület erre nem alkalmas, új iroda nem alakítható ki, a polgármesteri hivatalban az utolsó üres helyen a közterületfelügyelő fog elhelyezésre kerülni.
Addig egy álláshelyet nem lehet meghirdetni, amíg a képviselőtestület ennek a fizikai anyagi feltételeit nem teremti meg, amely jelenleg sem fizikailag, sem anyagilag, sem a mostani dolgozók humán erőforrás kapacitásait figyelembe véve nem állnak rendelkezésre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez egy tájékoztató volt, de hogyha van valakinek véleménye, természetesen mondja. Tessék, mondjuk. Nekem az a véleményem, hogy továbbra is nagyon nagy szükség lenne elszárószáson egy mezőri állás létesítésére. Környezetvédelmi szempontok, akkor a határ tulajdoni dolgainak a rendezése, akkor a őrzési szolgálat, és itt a jegyzőasszony, amit nekünk kiküldött táblázatot, itt a legalacsonyabb összeggel számolt. Ugye itt a tólig, amit nekünk kiküldött, az 1000-től 12.000 forint per év per hektár. Hogyha már csak egy 50%-kal megemelnénk, akkor már szinte ebből a mezőri járulékból szinte fedezve lenne ez. Hát a legfontosabb dolog ezzel kapcsolatban szerintem a felmérés kell folytatni a telektulajdonosok, ingatlan tulajdonosokkal, hogy igénylik ezt. Hogyha igénylik, akkor szerintem ezt meg kell valósítani. Továbbra is ez a véleményem. Köszönöm szépen. Hát szakmám alapján egy kicsit jobb rálátásom van. 7000 hektár árokszállásnak a határa. Most 7000 hektárt egy ember nem tud felügyelni, nem tud bejárni. Tehát annak idején a TSZ-t is azért szüntettük meg a mezőri szolgálatot, hogy nem volt hatékony, nem volt eredménye annak, hogy működött. Tehát megkérdezzük a gazdákat, és akkor ki kell gondolni, hogy mit kérdezünk meg tőlük, hogy mennyi az az összeg, amit be kellene fizetniük hektáronként. Én nem hiszem, hogy azt fogják mondani, hogy szükség van rá, de kérdezzük meg, megkérdezzük. Lesz most úgyis kamarai választás, nem sokára összegyűlnek a gazdák, föl tudjuk vetni. Tájékoztatás nagyon részletes és széleskörű rálátást biztosított számunkra. Köszönöm szépen. Jó. Van-e további vélemény? Erről szavaznunk nem kell, tájékoztató volt. Mehetünk tovább? Mehetünk tovább. A következő a beszámoló a nyári diákmunka program eddigi működéséről és bővítési lehetőségeiről. Erre is egy tájékoztatót kiküldtünk. A 2021-es adatok alapján készültek. 24 diák dolgozott a önkormányzatnál. Nagyon sokat ér, hogy itt vannak a nyári szünetbe. Hát egyrészt a munkájuk nagyon sokat ér, másrészt pedig látják azt, hogy mit jelent a polgármesteri hivatalba dolgozni, és lehet, hogy a következő döntésük az lesz, hogy itt akarnak dolgozni, és olyan területet fognak elvégezni, hogy ez lehetővé váljon. Nagyon sok olyan munkát el tudunk végezni ez alatt, a időszak alatt, amire évközben nincs kapacitás, irattárak, rendbetétele, különböző olyan nyilvántartások vezetése, ami utána fontos, és utána tudnak bele dolgozni a kollégák. Azon kívül a város tisztaságának a megóvásába is részt vesznek, járják a várost, felosztjuk területekre, és akkor, ahol az utcán látnak kipakolt anyagokat, ott bedobunk egy-egy felszólítást, utána visszaellenőrizzük, hogy volt-e hatása. Tehát nagyon jó, hogy van ilyen lehetőség, és ezzel a későbbiekben is élni szeretnénk. Ha lehet, akkor egy kicsit bővíteni, de a 24 főhez legalább kell, hogy ezeket a nyári munkákat elvégezzük. Jegyzőasszony, van-e kiegészítés? Nincs. Tessék, mondjuk.
Szeretném megköszönni én is a tájékoztatást. Azzal kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni, hogy ez a létszám hogyan alakult ki, milyen tényezők függvényében a 24 fős foglalkoztatottság? Arra kell figyelnünk, hogy ez több turnusban történik a foglalkoztatottság, és hogy tudjuk elhelyezni őket. Így, ahogy a jegyzőasszony is mondta, zsúfolt ez az épület nagyon. Tehát abban az esetben, amikor területre tudjuk kiküldeni őket, akkor egy nagyobb létszámot alkalmazunk, vagy foglalkoztatunk, amikor a benti munkák vannak, akkor pedig kisebbet. Tehát egész addig feszítjük a húrt, ameddig csak lehet, de azt nem szeretnénk a fiatalokkal megélni, hogy csak itt vannak, és eltelik rajtuk az idő. Tehát mindegyik fiatalnak van egy úgynevezett főnöke, akivel együttműködik, és együtt a feladatokat kiadják, visszaellenőrzik, és ugyanúgy, mint a saját dolgozóinknál, ugyanúgy végzik a munkájukat, csak 6 órába, és nem 8 órába. És jól értettem, ugye, hogy ez pályázati forrásból valósult meg. Lenne akkor lehetőségünk arra is, hogy több foglalkoztatására pályázzunk? Azért van a 24 fő, mert ennyit támogat a munkaügyi központ. Minden évben megkapjuk a keretet, igen, és azt mi maximálisan kihasználjuk, tehát annyit is hozunk. Még most a polgárőrséggel folytatott beszélgetés után az a gondolat fogalmazódott meg, hogy bár tudom, hogy ez egy önkéntes alapú tevékenység, de esetleg ha nyáron ezek a diákok itt foglalkoztatásban vannak, és adódik olyan alkalom, hogy együttműködjenek a polgárőrséggel, én javasolnám azt is, hogy esetleg őket is segíthetjük azzal, hogy diákokat adunk melléjük. Nem tudom, hogy ennek a jogi lehetőségei megvannak-e, de akár ez is egy betekintést adhat a fiataloknak arra a fajta tevékenységre is, és ösztönözheti őket, hogy ilyesmibe bekapcsolódjanak. Ezt meg kell néznünk, hogy a pályázatba belefér-e. Még ilyen igény idáig nem volt. Ha belefér, akkor ez működőképes. További kérdés, vélemény? Nincs, ez szintén tájékoztató, nem kell döntést hoznunk. A következő a strand fejlesztési lehetőségei. Telekpár úri a szó, ide előre légy szíves, gyere és mondd el a kiegészítést, amit ehhez fűzöl. A beszámolónak a mondani valója, ugye a strand fejlesztése, ezen belül is az öltözők felújítása. Úgy gondolom, hogy elsőre egy öltözőfelújítás nem tűnik olyan bonyolultnak, de igazából, ha megnézzük, hogy a strandot nagyon sokféle irányba lehet fejleszteni. És attól függ, hogy milyen irányba indulunk el, attól függ, hogy ezt az öltözőt is hogy újítjuk fel, hová tesszük, mert lehet, hogy most csinálunk valamit, és 2 év múlva jön egy olyan lehetőség, hogy az egészet le kell bontani. Tehát én a strandnál nagyon szorgalmaznám, hogy egy olyan hosszú távú koncepciót kéne kidolgozni, amiben az ilyen kisebb léptékű, akár önkormányzati szinten is megoldható feladatok, mint mondjuk egy öltöző felújítása, be lehet illeszteni. És akkor nem kell azon gondolkozni, hogy most jót tesszük, a régit újítsuk fel, tegyük máshova, de máshova akkor hova tesszük. Itt ebbe egy-két verziót hoztam ebbe a beszámolóba. Nyilván mindegyiknek megvan az előnye, megvan a hátránya, de mind a két verzióhoz jó lenne tudni, hogy esetlegesen merre, milyen irányba akarunk a strandról elindulni. Nyilván az utóbbi időben fejleszgettünk, de most már amit kellett, az öltözők kivételével felújítottunk, de most már olyan irányokat kéne meghatározni, hogy hova akarunk kifutni ezzel a stranddal, milyen célközönséget akarunk megcélozni, és ehhez kéne ezeket a döntéseket meghozni. Úgyhogy én mindenképp szeretnék az öltözőkkel kapcsolatban is, igaz, hogy ez beszámoló, de akkor egy következő vagy utána lévő testületin, hogy valami határozzunk el, mert így úgy mindig beszélgetünk a strandról, persze öltözőket fel kéne újítani, aztán eltelik egy év, megint beszélünk róla, és akkor így nem haladunk előre, de ahhoz, hogy megfelelő döntés hozzunk, ahhoz meg hosszú távon kéne a strand. Lehet itten
fedett medencét építeni, lehet a gyógyvízre alapozni, de ezek olyan döntéseket, vagy olyan döntések, amik azért hosszú távon befolyásolhatják a strand jövőjét, és ahhoz apró lépésekkel is lehet haladni, de ha irányt tudjuk, akkor ezeket be lehet ide irányozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Végül is ez a hosszú távú terv, ez készen van, mert van egy engedélyes tervünk a öltözők megépítésére, különböző szolgáltatások megépítésére és egy fedett medence megépítésére. Az a gond, hogy ez most már 5 éve van meg körülbelül, és nem volt azóta olyan pályázat, amivel ezt meg tudtuk volna valósítani, mert 5 évvel ezelőtt a költségvetése 500 millió forint volt, hát most nem ismerem kimondani, hogy most mennyi lehet. Tehát tudjuk, hogy hová kellene eljutni, ezért fúrtuk a új kutat, amelyik nagyon jó sikerült, mert 61 fokos vizet tudtunk nyerni, és hogyha tovább lépünk, akkor ennek a minősítése, gyógyvízé minősítése, az lehet, hogy újabb pályázati lehetőségeket tár föl, azt néztük. Na most az nem volt belekalkulálva, hogy itt meg bicsaklunk ezzel a kúttal, és 2 éve nem tudjuk befejezni, mert a hatóság úgy, bár most úgy tűnik, hogy együttműködő, de eddig nem volt együttműködő, és nem tudtuk megcsinálni ezt a gáztalanítót. Bízunk benne, hogyha ez meg lesz, és a gyógyvízi minősítés meg lesz, akkor lesz olyan pályázat, hogy ezt a nagy léptékű fejlesztést is meg lehet csinálni. Tehát mertünk nagyot álmodni, lehet, hogy túl nagyot mertünk álmodni, ezt saját pénzből soha nem tudjuk megcsinálni. Tehát ez olyan nagyságrend, hogy ezt csak pályázatból tudjuk megoldani. De igazi előrelépés ez volna, hogyha egész évben nyitvatartó strandot tudnánk biztosítani fedett medencével. Csak ehhez pályázat kellene. További kérdés, vélemény, tessék meg! Biztos te is olvasod a közösségi médiát, nagyon sokan feszegetik ezt az öltözőt, hogy kint öltözök, bent öltözök. Kint vannak a öltözőkabinok, hogy nem is használják tulajdonképpen a mostani öltöző, ezt a csarnokot, ha lehet így nevezni, mert mindenki kint öltözik át. Hogy van erre igény, tehát nem azon kellene gondolkodni, hogy nem inkább először egy másik medencét, vagy fedjük le a medencét, mint hogy egy öltözőbe investálunk nagyon-nagyon sok pénzt. Nagyjából le is írtam, hogy ott igaz már még egy külső medencével, de nagyjából ekkora létszámnál hány fedett öltöző, hány férfi-női zuhanyzó, hány férfi-női WC kell. Tehát ezeket a jogszabály előírja, ezektől nem lehet eltérni, tehát nem mehetek oda a hatósághoz, hogy úgy öltözik benne senki, ezt nem építem. Ugyanúgy, mint egy boltnál előírják, hogy hány parkolót kell létesíteni, hiába mondja a boltos, hogy hát majd ott áll, máshol megparkolnak, akkor is ezek jogszabályi dolgok, tehát ezeknek meg kell felelnünk. Tehát nem lehet azt mondani, hogy majd megoldják. Igen, mi is látjuk, hogy bennem használják, lehet, hogy azért is nem használják, mert már nem is annyira korszerű, de akkor is ez jogszabályi követelményeknek elő van írva, hogy hány öltöző, hány zuhanyzó, hány WC, hány piszoárnak kell megfelelni, mozgássérült öltöző mosdónak kell lenni. Tehát ezeket mind előírja a jogszabály. Köszönöm. És én is olvasom a kommenteket, de nyilván akik ezt írják, ezt nem tudják. Tessék, említetted a beszámolóban, hogy a termálvizes medence mellé már most is egy könnyű szerkezetes öltöző és mosdóhelység került kialakításra. Ezzel teljes mértékben lehetne helyettesíteni a mostani kőépületet? Tehát ha további ilyen könnyű szerkezetes öltözőket építenénk? Egy verzióban azt is vázoltam fel, tehát az a terv az előtt készült, mielőtt meg lett tervezve a fedett medence, mert ugyanis a fedett medencében is pontosan egy ilyen vizesblokk, öltözőblokk benne van. De ugye a fedett medencét nem tudjuk, lehet, hogy 2 év múlva szerencsénk van is lesz, lehet, hogy 20 év múlva is azt várjuk. Viszont ezek az öltözők, amik most megvannak, ezek már elavultak. Ezek még 1970-es években épültek, annak az igényeknek, ugye még ruhatár volt benne talán, ezeket már nem használja senki. El kell gondolkozni, hogy addig is lesz valami, nem lesz valami, hogy kiindoljuk. Ezt újítjuk fel, tehát sok lehetőség van, de nyilván mindegyik
pénzt igényel, nyilván valamit megtudunk, azért is írtam le, hogy például az a mostani felújítása, azt akár önerő, tehát saját munkába is megtudjuk, nyilván egy ilyen új könnyű szerkezetes építése, ez teljes mértékben külső vállalkozók bevonásával történhetne. Tehát tulajdonképpen, hogyha ez megépülne, ez nem ütné a nagyobb tervet. Tehát ez akkor is használatos lenne a későbbiekben is. Erre nagyon jó példa, amit a idősek medencéjénél megépítettünk. Szeretik, használják, és tulajdonképpen nem is volt egy olyan egetrengető költség annak a megépítése. Megépül egy fedettmedence, és ez is megvan mellette. Akkor is. Úgymond a fedettmedencének ezt a részét, akár nem is lenne muszáj kinyitni a közönségnek nyáron, ezáltal az állagmegóvás meg minden sokkal jobban működhetne, mert ott ugye akkor egy folyamatos nyitvatartás lenne, tehát ott a karbantartást is máshogy kellene akkor ütemezni. Hát most erről, ja, bocsánat, erről most úgy beszélünk, hogy ez nem idei probléma, mert most, hogyha a hatósággal végül mégiscsak sikerül, és úgy tűnik, hogy felszáll a füst, sikerül megegyezni, akkor az idén a gáztalanítót kell megépíteni közel 30 millió forintos költséggel, hogy egyáltalán az új kutat tudjuk használni. De hogyha hosszabb távra gondolkodunk, azt mondja el Pali éppen. Tessék, parancsoljon. Nagyon részletes. Én azt gondolom, hogy a felvetése Telek Pál úrnak teljesen jogos, tehát én is azt támogatnám, hogy valami koncepciót alakítson ki a jövőben a képviselőtestület, mert hogy örömteli, hogy a pályázat nyertes, de tényleg úgy látom én is, hogy csak várunk, és nem történik semmi. És azt szeretném kérdezni, hogy most mi a leges-leges legfontosabb kérdés? Tehát, hogy mi az, amit tehát, hogy ezzel az öltözővel... Mit lehet tenni? A szezonra most már a legminimálisabb felújítást megcsináljuk, tehát a szezonra már ezzel az öltözővel fogunk menni. Itt azt kellene eldönteni, hogy a régiben gondolkozunk, ami én szerintem költségekben kevesebb lenne, viszont itt azért egy régi szerkezet az olyan, mint amikor újat építek, vagy régit újítok fel, a régit felújítani mindig kicsit nehezebb. Tehát a tervezőnek ott sokkal kreatívabban kell hozzáállni, illetve magában az a középső terület. Az egy, én szerintem a strand számára egy értékes terület, és hogyha mondjuk megnézem, mert csatoltam a fedettmedence tervét, ha a fedettmedence is megépül, és ez a középső blokk is megmarad, így ha valaki bejön, egy ilyen épülethalmazt fog ott látni, ami, ha ez el lenne bontva, akkor ez egy nyitott tér lenne. És ugye én még azt ugye ezt leírtam még a 2020-as koncepció, vagyis beszámolomba, hogy nagyon nagy szükség lenne egy kinti medencére még, ami a nagyobb gyerekeknek, illetve a felnőtteknek egy ilyen élménymedence. Nyilván nem kell elmennünk egy csúszdaparkra, de most már látjuk, hogy a csúszdákat sem medencébe vezetik be, hanem egy kisikló résszel, tehát sok mindent lehet csinálni, ez is egy koncepció része, hogy hova akarjuk elvinni a strandot, meddig akarjuk, azért azt látjuk, hogy a strandnak a területe az véges. És nem is igazán látjuk, hogy fejleszteni lehetne bármilyen irányba, mert mindenhonnan lakó ingatlanok, illetve közterületi utak veszik körül. Tehát azért is kell nagyon jól megfogalmazni, hogy mit és hova akarunk tenni. Na most az nem igaz, hogy nincsen koncepciónk, tehát az, hogy nem történik semmi. A alapja minden fejlesztésnek a víz. Tehát megfúrtunk egy 70 millió forintos kutat, ami alapján tovább lehet majd gondolni a fejlesztéseket. De addig még ezt nem csináltuk meg, addig nincs fejlesztés. Tehát nem igaz, hogy nem történik semmi. Tessék, parancsoljon. Ja, tessék. Kérdezni, hogy a gyógyvíz minősítés ügyben addig indulhat, vagy történtek már lépések, vagy csak ha út elindul, akkor lehet csak akkor. Tehát ez a út, ez nem jó. Azt... Tehát kevés benne az ásványi anyag. Az új kútnak jó az ásványi anyag összetétele, csak ott egy elég bonyolult eljárás, mikorra megadják ezt a címet. De csak akkor lehet, hogyha a gáztalanító megépül, és lehet fürdetni az embereket, mert ott két csoportot kell fürdetni, az egyik sima vízbe fürdik, a másik ebbe a vízbe, és be kell bizonyítani, hogy a gyógyvízbe gyógyulnak. Tehát röviden ennyi a történet. Hát, elhangzott, hogy sokkal könnyebb pályázatot. Arra van pályázat. Találni. Igen, köszönöm szépen. Pályázat. További kérdés, vélemény. Ja, köszönöm szépen.
én magam is a hosszú távú fejlesztést tudom támogatni, és az egy nagyon jó elképzelésnek tartom, hogy üljünk le, és akkor közösen alakítsuk ki azt a fejlesztési tervet, ami alapján el tudunk indulni. Mint ahogy polgármester úr is elmondta, a következő lépcsőfok az lesz, hogy gáztalanító elkészítése után akkor próbáljuk meg gyógyvízzé minősíteni a termálvízünket, és akkor meglátjuk, hogy milyen pályázati lehetőségek nyílnak a strandfejlesztés kapcsán meg előttünk. Az öltöző kapcsán pedig azt gondolom, hogy valóban, ahogy Telek Pál is elmondta, csak a szükséges felújításokat tartom célszerűnek elvégezni, és valóban el kell gondolkodni egy könnyű szerkezetes öltöző megépítésén, amit későbbiekben is tudunk használni, mert azt gondolom, hogy ha elkezdjük bontani, felújítani ezt a régi öltözőt, akkor a költségek akár sokszorosára nőhetnek meg, mert nem tudjuk, hogy milyen állapotban van, mennyire vizesedik föl a maga a fal szerkezet, mennyire teherviselő, mennyire lehet alkalmazni. Én ezért gondolom azt, hogy az az elképzelés, amit fölvázoltál, hogy egy könnyű szerkezetes öltözőt építsünk, az mindenképpen egy járható út lesz majd. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még annyit mondanám, hogy nagyon sok mindent csinált az önkormányzat, én úgy gondolom, hogy szinte erőn felül, de is lehet standard. De például itt a gyógyvízé minősítés is, ugye a gyógyfürdő az nem gyógyvíz, a gyógyfürdő a gyógyszolgáltatások gyógyfürdő, és annak is el kell találni, hogy hol készül gyógyszolgáltatásokat. Tehát annak is kell egy helységet biztosítani. Amit mondtam, kell egy medence, ami lesz szerintem sokkal nagyobb igény van, mint egy fedett medencére, egy kinti medencére, mert ezt kiegészíteni a komplett rendre. És akkor ehhez képest a költözők, tehát ott nagyon sok kérdés van, sok kérdés van mögöttünk, de nagyon sok kérdés van előttünk is még, amit meg kell tenni azért, hogy még jobb legyen a Most ennek anyagi forrásainak előteremtését az nem nagyon segíti, hogy 3 éve ugyanaz a belépő díj, a belépő a jegynek az ára, és így az idén se lesz nyereség a strandon már, ez biztos, csak a veszeség nagysága kérdéses. Van-e még további kérdés, vélemény? Lezárhatjuk. Ez tájékoztató volt, nem kell döntést hoznunk. Köszönjük szépen! A következő a beszámol az önkormányzat 2021 évi peres bírósági ügyeiről. Ez írán van szignózva. Írásban kiküldésre került. Látható, hogy tulajdonképpen itt a táblázatban szereplő ügyek az egy ügy, mert ugyanaz a kivitelező, ugyanazzal kapcsolatos az ügy. Ezt a bíróságon megnyertük, ezt a pert. Az már egy másik dolog, hogy Magyarországon vagyunk, tehát a vállalkozó ezt a vállalkozását eldobja, és még másnap alakít egy másikat, és már nem is tudjuk behajtani azt a 41 néhány ezer millió forintot, amit megítélt a bíróság. De mondhatjuk, hogy végigvittük, és amit csak lehetett, megpróbáltunk elérni. Jó teljesítési letét még mindig van ettől a cégtől. Egy részéből már festettük a csíkokat a felszámolóval való egyességgel, de van még mindig a jó teljesítéséből, de nem ilyen 40 milliós tételek, hanem azt hiszem 4-5 millió forint körüli összeg van még belőle. Tehát azt biztos, hogy nem fogjuk odaadni, de annél többre nem számíthatunk. A második perünk a gáztalanítóval kapcsolatos. Itt a tervező megtervezett egy olyan gáztalanítót, ami a legkevesebb kivitelezést és legkevesebb összeget igényli, vagyis föld feletti gáztalanítót. A hatóság mindenhogy ragaszkodott a föld alatti gáztalanítóhoz, aminek a kivitelezése sokkal drágább és sokkal nehezebb, mert egy nyomás alatt lévő kútból kellene lejjebb menni 2 métert, hogy oda bekösse a gáztalanítót. Most úgy szólt a tervező, hogy talán lesz megegyezés. Ő nem is úgy mondta, hogy talán, hanem megegyezés lesz. Úgy, hogy visszavonásra kerül a per, és engedélyezni fogja a hatóság ezt a megoldást, amit a tervező eredetileg megálmodott. Ez akkor 28 millió forintos költségvetési
tervezettel volt, most nem tudjuk mennyi lesz, biztos, hogy sokkal több lesz, de ezt mindenhogy meg kell építeni, ennélkül a kutat nem lehet használni. Tehát várjuk, hogy a hatóság kiadja az engedélyt, és tulajdonképpen egyedi elbírálás alapján az a vélemény, hogy ez a per megúszható nem csak nekünk, hanem a hatóságnak is. Tehát több ilyen per nem volt, és ezekbe mindegyikbe végigvittük addig, hogy döntés szülessen. Van egy kérdés, vélemény, ez szintén tájékoztató. Kormányzat 2022 évi közbeszerzési tervének elfogadásánál is lett volna egy ilyen, hogy most is ez merül fel bennem, hogy nincs egy ilyen önkormányzati szövetség, vagy nincs egy ilyen dolog, hogy ez a közbeszerzés, hogy ez látja mindenki, hogy ez többsebből vérző történet, hogy ilyen esetek ne fordulhassanak elő. Nincs erre magasabb szintű politikai szándék. Tehát az így könnyű kimondani, hogy jó, 40 millió forintot elveszített a város, de azért az sok mindenre lehetne költeni, tehát nem egyeztetett polgármester úr más polgármesterekkel is ilyen ügybe, hogy nem lehetne ebbe egy szövetséget kötni valahogy, vagy... A közbeszerzésnek megvannak a szabályai. Tehát, hogyha ő jó referenciát hoz, jó árat ad, és nem tudunk belekötni a munkájába addig, amíg el nem kezdi a munkát, akkor nem tudjuk kizárni. Tehát, hogyha ő ezután elmegy, felülvizsgálatot kér, meg is büntet meg bennünket, hogyha kizárjuk. Inkább az a gond, hogy kiadják a referenciákat olyan embereknek is, akik rossz munkát végeznek. Ez az ember az első nap, ahogy elkezdte a munkát, azzal jött, hogy referencia igazolást adjunk neki. Hát mondtam, hogy várjon már, hát először valamit el kéne végezni, meg kéne nézni, hogy dolgozik. És az előző helyekről hozott ilyen referenciákat. Tehát épp azokban van a gond, hogy tovább passzolja, és kiadja neki, hogy jó teljesít, amikor látja, hogy ott se teljesít jól. Melinda, mi a véleménye? Körülírtak jogszabályilag, de vannak benne olyan kiskapuk, amit esetlegesen kihasználnak a kivitelezők, bár egyre jobban odafigyel, tehát erre külön tanács van, aki egyrészt vizsgálja magát az eljárást, a mi eljárásunkat, vizsgálja a kivitelezőket is. A honlapjukon feltüntetik azokat a kivitelezőket, akiket nem ajánlanak, illetve eleve kizárnak ebből az eljárásokból. Most mi két típusú eljárást folytattunk le általában, vagy eddig. A meghívásos, az annyiban szerencsésebb eljárás, hogy ott már mi tapasztalatunk alapján és referencia alapján hívunk meg olyan kivitelezőket, akik megfelelnek ezen kritériumoknak. Az önkormányzatunk, tehát a testület eldöntheti, illetve el is dönti azt, hogy például milyen szempontok szerint vizsgálódjunk, illetve kit válasszunk ki. Elsőlegesen az ár, ami dominál. Sőt, a közbeszerzési eljárás során a legalacsonyabb árat azt általában ki is kell zárni, hogyha túlzóan alacsony, illetve a legmagasabbat is. Ez az egész összletet együtt nézve lehet eldönteni, hogy ez hogyan alakul. Azon túl olyan kritériumokat szabhatunk, hogy például a szakembereknek a tapasztalata, ott is referenciákkal tudjuk ezt igazoltatni, illetve különböző környezetvédelmi, illetve hátrányos helyzetű embereknek az alkalmazását is többletpontként tudjuk kezelni, valamint a garanciális kérdések, ami talán még egy olyan pont, amivel be tudjuk magunkat biztosítani. A minimális garancia az 12-24 hónap, és azon felül kérjük, ami többletpontot is jelent, hogy mennyivel toldja meg ezt az időszakot, tehát jelen esetben 48 hónapot jelzett a kivitelező, ami arra adott nekünk egy olyan információt, hogy igen, ő komolyan gondolja, hogy amit elvégzett, ő erre ennyi időt vállal, tehát ő nem akar visszajönni mondjuk egy fél év után és felbontatni az utat, vagy általunk felbontatni az utat és újra csinálni. Itt valószínű, hogy szakember hiányban szenvedett, ahogy így utólagosan tapasztaltuk, de ezeket a szakembereket, az alvállalkozókat mi nem tudjuk számon kérni rajta. Ő ezt csak bejelenti, és utána azokkal végezheti a munkát, akivel ő akarja, tehát erre nincsen sajnos ráhatásunk.
Úgyhogy igazániból sajnos ezt kivédeni nem lehet. Utólagosan jelezni tudjuk és jeleztük is mind a tanács felé, mind a NAV felé. Tehát minden olyan fórumon megfordultunk, ahol ezt próbáljuk valamilyen úton kezelni. Ez az összeg, ez nem általunk kifizetett és újra visszavárt összeg, ez a ködbér összege, ami azt jelenti, hogy nem időben teljesített, tehát itt a határidőkkel eléggé megcsúszott, és a szerződésünk, minden szerződésünk ködbér kitételt tartalmaz, tehát ennek tudatában szerződik a kivitelező, hogy ha nem végzi el a munkáját, akkor meg van határozva, hogy a vállalási összeg x százaléka, maximalizálva van természetesen, és ez az összeg az, amit mi most pereltünk, mert ő erre nem volt hajlandó. Itt próbáltam összefoglalni, elég hosszadalmas volt maga az eljárás és maga a kivitelezés is, hogy sokat kellett vitatkozni nekem is, polgármesternek is, illetve a műszaki ellenőrnek is, hogy egyáltalán értelmezzük azt, hogy mi az, hogy határidő. Hát most mi ilyen, sajnos jelen esetben egy ilyen kivitelezőt fogtunk ki, más projektnél ilyen problémák nem merültek fel, maga az út is elkészült, és a kivitelező is megfelelően szerepelt. Itt annyiban talán szerencsésnek mondhatjuk magunkat, ha keresünk valami pozitívumot az ügyben, hogy a felvállalt munkák elkészültek, és eddig nem volt úgymond olyan probléma, ami miatt vissza kellene hívni a kivitelezőt, bár most nem is tudnánk, mert éppen felszámolás alatt van. Úgyhogy ez az ügy sajnos ilyen nem túl jól végződött. A bíróság kimondta, hogy ez az összeg jár nekünk, ezt a felszámoló biztos tudja, hát hogy ezt esetlegesen elő tudja teremteni, és minket besorol a sok-sok követelő mellé, azt várjuk és figyelemmel kísérjük. Úgyhogy elvileg még nincs teljesen elvesztve, de kicsi a remény, hogy ezt megkapjuk. Tehát ennél többet ebben az ügyben nem tudtunk tenni, tehát így, ahogy Melinda elmondja, nem anyagba, nem el nem végzett munkába volt ez a 40 millió, nem ködbérbe. Tehát ezt akár el is engedhettük volna, de senkinek nem engedünk el semmit, hanem megpróbáljuk behajtani. Na most arra is nagyon figyelünk, hogy minden rendben van-e a részszámláknál, de pont ennél a vállalkozónál volt olyan, hogy hozott olyan APEKOS számlát, hogy őnála minden rendben van, mert annélkül nem fizetünk, és kiderült, hogy büntető eljárás van ellene az APEK részéről. Tehát sok furcsaság megtörtént ebbe a történetbe, és hát nagyon nehezen tudtunk benne eligazodni, de soha nem fizettünk úgy, hogy nem volt elvégzett munka mögötte. Tehát mindig inkább késésben voltunk a fizetéssel, mint hogy előre fizessünk. Na most ő neki olyan kocsikkal járt le, hogy egy kocsi értéke volt körülbelül ez a 40-valahány millió forint, úgyhogy ha egyik kocsit itt hagyta volna, rendben is lennénk. Lehet, hogy ezért nem volt pénze. Van-e további kérdés, vélemény? Nincs. A másik ügynél meg úgy tűnik, hogy felszáll a füst. Tehát ott megszűnik az eljárás. Köszönöm szépen, ez tájékoztatás volt. A következő önkormányzati rendelet módosítása, a pénzügyi iroda vezetőjét kérem, hogy terjessze elő ezt a módosítást, ami 2021-re vonatkozik. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! A 2021 évi költségvetési rendeletünk módosítását itt a zárszámadási hajrában ugye még el kell, hogy fogadjuk. Ezek olyan előirányzatok, amelyeket azóta, amióta az utolsó decemberi testületi ülésen elfogadta a képviselőtestület, azóta volt előirányzatként kaptunk, illetve az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai tették szükségessé. Így a 2021 évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegünk 2 milliárd 471 millió 278 ezer forintban kerül megállapításra. Kérem a tisztelt képviselőtestületet az előterjesztés megvitatására, majd elfogadására. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mindig igyekszünk az utolsó testületi ülésen az év végén helyre tenni, amit már ismerünk. Ezek utána következtek be ezek a történések, és bevételi kiadási oldalon is helyre kell tennünk a 2021-es évet. A törvény így írja elő, a bizottság tárgyalta. Igen, a bizottság tárgyalta. Tehát mindkét bizottság elfogadása javasolja, kérdés vélemény van a képviselőtársaim részéről. Nem látok kezet a magasba. Dönthetünk.
Tehát aki a rendeletet elfogadja, kérem szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt. Még a szünet előtt még egy napirendi pontot tárgyaljunk már meg, szintén a költségvetés, de ez már a 22-es. Zsuzsái Aszu. 2022. évi költségvetésünket kell, hogy módosítsuk, ugyanis azóta kaptunk egy plusz előirányzatot a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása jog címén, és ezt eredeti előirányzatként kell szerepeltetnünk a költségvetési rendeletben. Ez azért szükséges, mivel meg kell, hogy egyezzen a kiemelt előirányzatok és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok, meg kell, hogy egyezzenek, amit a Magyar Államkincstár kiközöl. Ezért kérem a képviselőt, ez 1.780.304 forintot jelent, ezért kérem a tisztelt képviselőtestületet a rendelet elfogadására. És itt szeretném közölni, volt egy felvetés, hogy hogyan állunk a tartalék kerettel. 67.014.356 forint ma a tartalék keretünkből még rendelkezésre álló össze. A bizottság tárgyalta? Bizottság egyhangulag elfogadásra javasolta. Bizottság tárgyalta. Mindkét bizottság elfogadásra javasolja, van-e kérdés, vélemény? Köszönni a tájékoztatást a tartalékkerettel kapcsolatban, és én úgy gondolom, hogy ezek alapján időarányosnak tűnik a nagyjából a felhasználás. Köszönöm szépen. Köszönöm. Dönthetünk? Tehát aki a rendeletet elfogadja, kérem szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, 5 perc szünetet rendelek el. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt hallgatóság, tisztelt televíziónézők, a 2022. március 24-i soros képviselőtestület ülést folytatjuk. A következő egy rendelet elfogadása a lakásjutás helyi támogatásáról. Jegyző asszonyi a szó. Köszönöm szépen. A februári testületi ülésen a tisztelt képviselőtestület határozatban döntött a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítási szándékáról 3 szempontot meghatározva, mégpedig a támogatottak körének életkorát 45 évben kellett meghatározni, méltányosságból pedig a 45. életévüket betöltött kérelmezőknek is legyen adható támogatás. A támogatott ingatlanok értékhatárát egységesen 40 millió forint összegben kellett meghatározni, a támogatás mértékét pedig 1 millió forint összegben, kivéve a használt lakás vásárlása esetén, ahol a vételár 20%-ában, maximum 1 millió forintban kell a támogatást biztosítani. Ezeken kívül módosítani kell a rendelet bevezető részét, hatályon kívül kell helyezni az egyes paragrafusát, amely a rendelet célját szabályozza, ezt azonban önkormányzati rendelet nem tartalmazhatja, illetve a fejezetek alcímek megjelölései és számozásainak hiányossága is jogszabályba ütköznek, így a rendelet átfogó módosítására lenne szükség, ezt a központilag bevezetett LOCLEX jogszabályszerkesztő rendszerben nagyon nehezen lehetne elkészíteni, ezért javaslom egy teljesen új rendelet elfogadását, amely mindenben megegyezne a most hatályos önkormányzati rendelettel, átvezet benne az előbb felsoroltakat. Ez április 1-én lépne hatályba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A bizottság tárgyalta? Bizottságunk egyhangulag elfogadásra javasolja. A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja, és a oktatási? Tárgyalta egyhangulag elfogadásra javasolja. Az oktatási ügyrendi bizottság is elfogadásra javasolja. Kérdés, vélemény van-e? Tessék. Én megkérdezni a tisztelt jegyzőasszonyt, hogy ugye nem minden hónapban van ülés a képviselőtestületnek. Amennyiben van olyan pár vagy igény, hogy például április hónapban szeretnék ezt megigényelni ezt az összeget, és nem csak a májusi ülésen ezt megtárgyalni, hogy összehívható egy soron kívüli ülés ezáltal, hogyha például egy pár vagy egy ilyen igénybe érkezik az önkormányzathoz, vagy pedig meg kell nekik várni a május hónapot és a következő testületi ülést. Remélem, hogy
soros ülések vannak előre tervezve, azt tudjuk nekik biztosra mondani egy adásvételi szerződés elkészítésénél, tehát ott is ugye nekik határidőkhöz kell alkalmazkodni, de nincs kizárva a soron kívüli ülés sem. Már úgy is látszik, hogy két pályázat is van, amiben dönteni kell, tehát április közepe tájékán lesz soron kívüli ülés. További kérdés, vélemény van? Nincs? Dönthetünk. Aki a rendeletet elfogadja, azt kérem szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, elfogadta a képviselőtestület. A következő napirendi pontunk a kerti hulladék égetésével kapcsolatos rendelet elfogadása. Jegyző asszony, a szó. Köszönöm szépen. Igény merült fel az avar és kerti hulladékok égetésének újbóli lehetővé tétele érdekében. Ezt most már számos jogszabályváltozás után a központi jogszabályok is lehetővé teszik, tehát az önkormányzat újból szabályozhatja az avar és kerti hulladék égetésének szabályait. Erre elkészítettem a rendelet tervezetet, amelyben két időpont került megjelölésre az égetéssel, szerdai és szombati nap reggel 8 és este 8 óra között, melyet leegyeztettem a képviselőtestület tagjaival is, és így került megküldésre, véleményezésre a Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzathoz és kormányhivatalhoz. A megyei önkormányzat a rendelettervezethez észrevételt nem tett, elfogadását javasolta, azonban a kormányhivatal több szempontból is észrevételezte a rendeletet, mégpedig javasolta, hogy a hétvégei napon ne tegyük lehetővé az égetést, tekintettel arra, hogy akkor többen tartózkodnak otthon, így több lakossági panasz is várható ezzel kapcsolatban, illetve a reggel 8 és este 8 óra közötti időszak engedélyezését sem javasolták, szintén lakossági igényekre tekintettel, illetve környezetvédelmi okokból. Az égetési időt délelőtt 10 órától 17 óráig javasolták engedélyezni. Ezen kívül leírták azt is, hogy a avar és kerti hulladék kezelésének kizárólag égetéssel történő szabályozását nem tartják elfogadhatónak, ugyanis az égetés csak egy alternatív megoldást jelenthet. Ezért a rendelettervezetet átdolgoztam úgy, hogy az avart és kerti hulladékot elsősorban hasznosítással kell ártalmatlanítani, vagy a szelektív hulladékgyűjtési rendszer igénybevételével, vagy komposztálással, és ha ez nem oldható meg, akkor van lehetőség az égetésre, kivéve ha magasabb szintű jogszabály másként rendelkezik, illetve országos tűzgyújtási tilalom esetén sem lehet égetni. A kormányhivatal véleményének megfelelően a rendeletben az égetésre szerdai és pénteki nap kerül kijelölésre 10 és 17 óra közötti időszakban. Ez a rendelet is április 1-én lépne hatályba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A pénzügyi bizottság tárgyalta. Így van, és bizottságunk egyhangulag elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Ügyrendi bizottság tárgyalta. Bizottságunk egyhangulag elfogadásra javasolja. Tehát a két bizottság elfogadásra javasolja. Kérdés, vélemény van-e? Képviselőtársaim, mi a szó? Dönthetünk. Aki a rendeletet elfogadja, kérem szavazzon most. Köszönöm szépen. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. Elfogadta a képviselőtestület a rendeletet, meghozta a rendeletét. Most egy rendeletet hatályon kívül szeretnénk helyezni. Jegyzőasszony, szó. Ez az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 27/1999-es önkormányzati rendelet. Ezt a gyakorlatban már csak az új utak építése esetén alkalmaztuk, hiszen az önkormányzat beruházásában már gáz, villany és vízvezeték nem valósul meg, a szennyvízcsatorna hálózat pedig teljes egészében kiépítésre került. Új utak építésénél ennek a hozzájárulásának a mértéke 40 ezer forint per ingatlan. Ez az összeg a beruházás összköltségéhez viszonyítva csekély mértékű, azonban a kivetésével, a tulajdoni lapok lekérésével, a tulajdonosok kiértesítésével járó adminisztráció magas. Ha önkéntes befizetés nem történik, akkor pedig fizetési meghagyásos eljárás keretében történhet a behajtás. Ennek a költségeinek utána járva egy 40 ezer forintos útépítési hozzájárulás behajtása minimum 38.200 forintos kiadást jelent. És még akkor sem biztos, hogy ez sikerre is vezet, tehát bármennyi is megtérül belőle.
Éppen ezért javasoljuk a rendelet hatályon kívül helyezését. Köszönöm. Köszönöm szépen. A pénzügyi bizottság. A pénzügyi bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja ezt a rendelet tervezetet is. Igen, és ügyeleti bizottság is tárgyalt. A bizottságunk is egyhangulag elfogadásra javasolja. Tehát mindkét bizottság a rendelet visszavonását javasolja. A kérdés vélemény van-e? Döntetünk. Tehát aki az előtegyeztéssel egyetért, az szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, elfogadta a testület. A következő napirendi pontunk iskola átszervezésről szól. Ez az iskola átszervezés, ez tulajdonképpen nem fedi a valóságot, mert az átszervezés annyiba történne meg, hogy a Deák Ferenc Gimnázium közgazdasági informatikai szakgimnázium neve Jászárokszállási Deák Ferenc Gimnáziumra változna, és beszédfogyatékos tanulókat is felvehet, hogyha most ezt határozati javaslatot elfogadja a testület. A Oktatási Bizottság tárgyalta. Elfogadásra javasolja. Kérdés vélemény van-e? Döntetünk. Aki elfogadja a határozati javaslatot, azt kérem szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, elfogadta a testület. Sportegyesület támogatási szerződésének módosítása a következő napirendi pont. A tavalyi évben 18 millió forintot kerekítve kért a sportegyesület arra, hogy majd a csarnok, ami megtervezésre került, és már egy része támogatás is biztosítva van, ennek a megépítéséhez ezt a 18 millió forintot, illetve ennek előkészítéséhez fel tudja használni. Ebből 8 millió forintot tavaly évben felhasznált, és most a idei költségvetésünkben erre 10 millió forintot biztosítunk. Azt kérik, hogy mivel egy határozatban történt a 18 millió forintnak az elfogadása, hogy egyszerre tudjanak elszámolni is, ez év december 31-éig, végül is ebből az önkormányzatnak kára nem keletkezik. Tehát az együttműködésünk eddig is jó volt a sportegyesülettel, ez, hogyha elfogadja a testület, ez erősíti ezt. A pénzügyi bizottság mit javasol? Egyhangulag elfogadásra javasolja. Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja. Kérdés van-e? Vélemény? Dönthetünk. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, elfogadta a testület. A következő ukrajnai menekültek megsegítéséhez szükséges intézkedések meghozatala. Ukrajnai menekültek már vannak a városunkban, akik eddig jöttek családegyesítés formájába, jutottak árokszállásra, a férfiak már itt dolgoztak, illetve itt laktak, és most a családtagjaik jöttek hozzájuk. Őnekik a megsegítése az egyik cél, a másik pedig nem tudjuk, hogy még hányan jönnek, és ővelük milyen formába kell foglalkozni, illetve hogy milyen segítséget kell még adni. Ezért azt javasoljuk, hogy a meghirdetett számlára befizetett összeget egészítsük ki 5 millió forinttal a tartalék alapból, és ez már az előbb, amit említettem, abban benne volt, tehát ez nem a további 5 millió forint, és ennek a felhasználásával segítsük ezeket az embereket, nyilván jó gazdálkodva, és ugyanúgy, mint a többi forintunkkal elszámolva. Ennek a pénzügyi bizottság volt a véleményezője. Bizottságunk 3 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja. Igen, a pénzügyi bizottság többsége elfogadásra javasolja. Kérdés vélemény van-e? Képviselőtársaim, milyen szó? Tessék, Fröncs.
Én a magam részéről el szeretném mondani, hogy a bizottsági ülésen is támogattam, én továbbra is úgy gondolom, hogy létjogosultsága van ennek a döntésnek a meghozatalának. Nem, sok a bizonytalanság, és nem látjuk, hogy még milyen feladatok elé állít minket ez a helyzet a menekültek megsegítésében, és ez egy jó lehetőséget ad arra, hogy gyorsan tudjunk reagálni a szükséghelyzetben. Köszönöm. Köszönöm szépen, csak egy annyival szeretném kiegészíteni, hogy gyakorlatilag egy tartalékalapot hozunk létre. Tehát ennek a felhasználása nem törvényszerűen történik meg. A jelentősége abban van, hogy amikor intézkedni kell, akkor azonnal rendelkezésre álljon az ez összeg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát most a törvények úgy szólnak, hogy 3 hónapra kapnak itt tartózkodási engedélyt, és az első hónapban ingyenes az egészségügyi ellátásuk, de a második, harmadik hónapban vagy munkahely fizeti, vagy ők fizetik az egészségügyi ellátást is. A gyógyszereket ugyanúgy kapják, mint mi, tehát azokkal a támogatásokkal, de ott is fizetni kell érte, tehát nem ingyenes a gyógyszerellátások se. Ezen kívül vannak olyan kiadásaik, hogy hát tulajdonképpen egy ruhában meg egy kis szatyorral jöttek át a határon. Ruhákat nagyon sokat vittünk minden két családnak, ők érték, kettő család kérte. A legnagyobb gond majd azzal lesz, hogyha nem tudnak elhelyezkedni. Tehát most is az egyiküknek közvetítettük a elhelyezkedését, de végül nem vették föl. Tehát tovább megyünk, és dolgozni akarnak, de munkahely kell hozzá, és olyan, ahol el is fogadják. Most önállók egy gond van, ennél a népesebb családnál tudnak magyarul, de nem tudnak magyarul írni. Na most ez a munkahelyek nagy részénél azért kellene, hogy tudjon írni, hogy hogyan tudjuk ezt átidalni, még nem tudom, de keresem a többi céget is. Első cég az azt mondta, hogy nem. Nem foglalkoztatja. Ja, tessék, parancsoljon. Jegyzőasszony, szeretném kérdezni, alpolgármester úr összefoglalta, hogy ez az összeg másra is jó, hogy a képviselőtestületet nem kötelezi a határozati javaslat, hogyha a határozati javaslatban egyértelműen az van odaírva, hogy albérleti díj és rezsiköltség megfizetését és az előző bekezdésben foglalt költségek fedezése céljából, tehát akkor ezt el lehet költeni másra is, vagy csak albérleti díj és rezsiköltség. Tehát egy határozati javaslat az mennyiben szigorú ilyen szempontból, mert ez alapján én úgy értelmezem, hogy kétszer is ráerősít ez a határozati javaslat, hogy csak rezsiköltségre és albérleti díj megfizetésére lehet ezt elkölteni. Azt fogjuk meg, vagy arról szól a szavazás, nem arról, hogy mondjuk a gyógyszervásárlás, vagy tanszer, vagy egyéb más megsegítést. Jól értelmezem-e? Köszönöm. Szerepel, hogy menekültügyi alapot hoz létre az Ukrajnából jászárokszállásra érkező menekültek támogatása, előző bekezdésben foglalt költségek fedezése céljából, a támogatásba beleférhet a gyógyszerköltségek egészségügyi ellátás bizonyos részének finanszírozása, vagy egészének finanszírozása is. Elsősorban ugye az ebédköltség, albérleti díj, de a támogatásba egyéb felmerülő kiadások is beletartoznak. Köszönöm. Nincs mit. Hát például iskolakonyhán érkeznek, és azt ki kell fizetnünk. Tessék, hogy... szeretnék hozzáfűzni, hogy ugye a médiából is hallottuk, hogy ingyenes ellátást kapnak egy hónapig, meg gyógyszert is ingyenesen kapják meg, csak az a legnagyobb probléma, hogy még mai napig a technikai háttere nincs meg ennek, tehát meg kell előre finanszírozni nekik, hogy ki tudják váltani a gyógyszerüket jelenleg. Köszönöm szépen. Tehát úgy jártak, hogy elmentek a gyógyszertárba, és nem kapták meg a gyógyszert. A végül mindig vannak jó emberek, az egyik gyógyszerész fizette ki a számlát, és odaadta a gyógyszert. De a pénztárgépbe be kellett ütni az összeget, és ki kellett fizetni. De ez nem várható el, hogy minden alkalommal a gyógyszerész fizeti ki. A jogszabály, ma olvastam ennek a részét, úgy szól, hogy meg kell előlegezni a gyógyszertárnak, számlát kell becsatolni a recept mellé, és majd az OEP utólag fogja finanszírozni majd a gyógyszertárnak. Hát ebben az a gond, hogy a gyógyszertárat nem tudom, értesítette valaki, mert azt mondták, hogy igen, nem fogadja el a gép, hogyha mást üt meg be, csak azt, amit eddig
tehát új dolgokat nem fogadott el a pénztárnyék. Nem fejlesztették a rendszerüket. Úgyhogy nem tudom. Tehát van bizonytalanság, ezeknek az áthidalása pénzbe kerül, tehát ezért kérjük ennek az elfogadását, a pénzügyi bizottság többsége támogatta. Van egy még kérdés? Nincs. Aki, na most még egyet el kell mondanom, tehát hogyha most nem fogadja el ezt a testület, akkor azt se tudjuk felhasználni, ami adományként beérkezett. Vagy egyszer úr, vagy egyszer asszony hámozta ki ezt a törvényből, tehát azért kérem, hogy gondoljuk végig, hogy akkor az is rajta marad a számlán. Kérem, hogy akkor döntsünk, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon most. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aki nem fogadja el, szavazzon most. Olyan nincs, aki tartózkodik, szavazzon most. 3 tartózkodással, 6 igennel a testület elfogadta. Köszönöm szépen. A következő pályázat benyújtása árokszállási nyár 2022-es programjára. A pályázat a Leaderbe jelent meg, és 3 millió forintot lehet pályázni. Összeállítottuk a programot, ez 4 millió 191 ezer forintra jött ki. Tehát azt jelenti, hogy 3 millió forinthoz 1 millió 191 ezer forintot kell saját forrásként hozzátennünk. Erre a költségvetésben van forrás, tehát erre elkülönítettük, ennél többet. Tehát van tartalékunk is belőle. És hát bízunk benne, hogy ez a pályázat nyerni fog. A pályázat beadási határidője letelt, ezt beadtuk, és most utólag kérem megerősíteni, hogy ezt jól tettük. A bizottság tárgyalta. A bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja. A költsége nincs, saját magunk végezzük el a minden munkáját, tehát nincs költsége. Másik bizottság nem tárgyalta. Kérdés, vélemény van-e? Nincs. Dönthetünk. Aki a pályázat beadása mellett dönt, azt kérem szavazzon most. Köszönöm szépen. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt, elfogadta a testület. Bízunk a Leaderbe. A pályázat benyújtása egészségügyi szolgáltató épületnek a dolgainak a megoldására, ez a családsegítő épülete. Megkérem a Melindát, hogy ajánlja be. Ami a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúrát fejleszti, április 29-ét lehet benyújtani. A pályázatunk műszaki tartalma az épület belső felújítására, teljes akadálymentesítésére, a tető lecserélésére, felújítására, valamint a belső gépészeti és elektromos munkák elvégzésére szól. 100 millió forintot lehet igényelni, illetve pályázni rá. Az előzetes kalkulációk elkészültek időközben, amit a tervező elkészített. Tavalyi évben egy komplett dokumentációt készítettünk erre az épületre. Ezen munkálatok tervezői költségbeslés alapján kb. 116 milliót tesznek ki. Ebben benne van a tető, a teljes akadálymentesítés, meg az előzőekben felsorolt tételek. És ehhez kérem a tisztelt képviselőt támogatását, hogy ezen a pályázaton indulhasson önkormányzatunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, a pénzügyi bizottság tárgyalta. Igen, és egyhangulag elfogadásra javasolja. A bizottság elfogadásra javasolja. Kérdés, vélemény van-e? Ezt a bizottságülésen is kitárgyaltuk, hogy mindenhogy hozzá kell nyúlni a tetőhöz. Szeretnénk a pályázattal meg volna erősítve, hogy kevesebbe kerüljön. Dönthetünk? Aki a pályázat beadását elfogadja, kérem szavazzon most. Köszönöm, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, elfogadta a testület. A torba düllővel kapcsolatos következő napjelendi pontunk, a közvetítési eljárást már elfogadtuk, hogy hogyan legyen lebonyolítva, második hó 10-ei határozattal. Ez a határozat nem állja meg a helyét, mert nem lehet meghívásos pályázatot kiírni erre a fajta munkára. Csak, hogyha nyíltan meghirdetjük. Ezért most abba kell döntenünk, hogy előző határozatot visszavonjuk, és a nyílt pályázat
közbeszerzési pályázat meghirdetése mellett kardoskodunk. Ha most ezt elfogadja a testület, úgy elő van készítve, hogy jövő héten meg is tudjuk jelentetni, tehát be tudjuk adni. A pénzügyi bizottság tárgyalta. Bizottságunk egyhangulag elfogadásra javasolja. A bizottság elfogadásra javasolja. Kérdés, vélemény van-e? Nincs, dönthetünk. Aki elfogadja, hogy nyílt eljárással válasszuk ki, annak minden veszélyével együtt, mint ahogy előbb elmondtuk, a kivitelezőt, azt kérem szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, elfogadta a testület a előterjesztés. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy hogyan lehet takarékoskodni, hogyan van az a mondás, hogy a legjobb energia a föl nem használt energia, ezért a intézményeinknek, a világító berendezésének a korszerűsítésére teszünk javaslatot. Ez egy jó pár határozati javaslatot tartalmaz minden épületre külön-külön, és összességében ennek a költsége 3.900.000 forint a ablakcsere. Ez a energetika 4.080.000 energetikai összesenbe ez a felújítás. A határozati javaslatnál felsorolom inkább az épületet, most mindenki előtt ott van, és együtt az egészről, a 8 épületről a pénzügyi bizottság hogy döntött? Minden határozati javaslatnál, tehát minden épület kapcsán egyhangulag elfogadásra javasolta a bizottság a határozati javaslatot. Köszönöm szépen, a bizottság elfogadásra javasolja, hogy 4.080.000 forint a tartalékeredből felhasználásra kerüljön. Van-e kérdés, vélemény? Döntetünk? Döntünk. Az első az egészségház, Jászárok szállás Móczár Andor térőt. Aki ezzel egyetért, 155.000 forintot jelent a felújítása. Azt kérem, szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, elfogadásra került. A második a kormányablak épülete, tehát az A épület és a B épület beleértve a kormányablak épületét is, 1.075.000 forint a költsége. Aki elfogadja, kérem, szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, elfogadásra került. A másik a Városi Könyvtár, Köztársaság tér 1, 345.000 forint a költsége. Aki elfogadja, kérem, szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, elfogadta a testület. A harmadik a Petőfi Művelődési Ház, beleértve a polgárőrség irodáját is, és a mellette lévő üzletet is. Összességében 440.000 forint. Aki elfogadja, kérem, szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, elfogadta a testület. A harmadik, vagy már van úgy, hogy hanyadik, a bölcsöde, napközi otthon, apartmanház, családi és gyermeklóléti szolgálat, 1.675.000 forint. Aki elfogadja, kérem, szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, elfogadta a testület, és az utolsó, a iskolakonyha, a városgondoksághoz tartozó iskolakonyha, és itt pedig 390.000 forint az összeg, aki elfogadja, szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, a megvalósítást minél előbb el fogjuk kezdeni, köszönöm szépen. A polgármesteri hivatal B épületnél a felújítás során, amit a kormányablaknál igen ügyesen és szépen megcsináltak, sajnos kihagyták az ablakcserét, és olyan faablakok vannak, amelyik akkor is szellőzik, ha be van csukva. És azért, hogy ne az udvart fűtsük, ezeknek a cseréjét javasoljuk elvégezni, és ezzel a fűtési költségbe ez majd idővel megtérül. Ennek a költsége 3.900.000 forint. Ez szintén már levonásra került a tartalékeredből, és úgy lett már számolva, hogy föltételezzük, hogy elfogadásra kerül. A pénzügyi bizottság tárgyalta. Így van, és elfogadásra javasoltuk egyhangúan. A bizottság elfogadásra javasolja. Kérdés, vélemény van-e?
De sőt, parancs. Ezt a kételező személy? Azt már tudjuk. Megkértük egy helyi vállalkozótól, de mivel meghaladja az 1 millió forintot, a nettó 1 millió forintot, még kettőt mindenképp be kell kérnünk, úgyhogy ilyen formában ezt követően kerül kiválasztásra a maga vállalkozó. Hát amennyire csak lehet helyi vállalkozót részesítünk előnybe, de a mérvadó az lesz, hogy kinek lesz a legjobb ajánlata. Több kérdés, kérdemény. Nincs, aki határozott a javaslatot elfogadja, kérem szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, elfogadta a testület. A következő napirendi pontunk a környezetvédelmi program. Tessék meg. Elnézést, kettőt lapoztam. Telepírsrendezési eszközök, átadom a szót Melindának. A város településrendezési eszközeinek módosítása, átalakítása 2020-ban indult meg. Maga az eljárás egy elég hosszadalmas, sok egyeztetést igénylő eljárás, amiben bevonjuk a helyi lakosokat, intézményeket, külön megkerestük az ipari park cégeit, illetve azokat a hatóságokat, akik véleményezik, előzetesen adatokat szolgáltatnak ezen terv összeállítására. Általunk megbízott mérnök csapat összeállította a véleményési anyagot, amit megküldtünk a szervezeteknek, hatóságoknak, állami főépítésznek. Ő általuk kialakított véleményeket csokorba szedve volt egy megbeszélés a képviselőtestület tagjaival is, illetve a főépítészünkkel is. Valamint ezt követően ez már ez évben történt, tehát ez egy elég hosszadalmas folyamatnak a végére érve tettük mindezt meg. Majd ezt követően volt egy kötelezően lefolytatandó megbeszélés, amit online módon tudtunk véghez vinni. Az állami főépítész, illetve meghívtunk rá minden olyan hatóságot, ahogy véleményezték a tervünket, de ezek közül az állami főépítész tudott részt venni. Vele a felmerült összes kérdés csokor végigmenve egyeztettünk minden egyes adatot, és ennek az összesített táblázatát az előterjesztés mellé csatolva kérjük ennek az elfogadását. Ezt követően kerülhetnek átvezetésre a véglegesnek tekintett dokumentációra, ami ugyanúgy megküldésre kerül az állami főépítésznek egy végső vélemény kialakítására, és ezt követően a testület fog dönteni az elfogadásról, itt van a rendelet alkotásról. Úgyhogy ezt kérem a tisztelt képviselőtestület hozzájárulását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Bizottságunk 4 igen és 1 nem szavazat mellett elfogadásra javasolta. Kérdés vélemény képviselőtársaimnak szól. Lezárhatjuk? Lezárhatjuk. Aki a határozati javaslatot elfogadja, azt kérem szavazzon most. Aki nem fogadja el, egy fő, aki tartózkodik, egy fő. Tehát 7 igen, 1 tartózkodás, 1 nem. A következő a 2022-26 időszakra vonatkozó környezetvédelmi program elkészítése. Az 5. nemzeti környezetvédelmi programot alapul véve, annak elfogadását követően szükséges a város környezetvédelmi programjának felülvizsgálata. Megkerestük Petrovics Zsolt mérnököt, aki az előző programot is összeállította, hogy aktualizálja azt. Ő erre adott egy ajánlatot, 750 ezer forintért tudja vállalni, alanyi áfamentes, tehát ez a nettó, bruttó tulajdonképpen 750 ezer forint. Hogy mennyire fontos a környezetvédelmi program, azt napról napra látjuk a rendkívüli időjárás következtében. Most éppen egy nagyon komoly aszály közepén vagyunk, ami egyúttal a mezőgazdaság életét szomorítja meg, de utána mindnyájunkét is majd a boltokba. Tehát nagyon fontos és sok odafigyelést kíván ez a program, és ennek az elkészítése alapos munkát kíván. A pénzügyi bizottság tárgyalta. Bizottságunk egyhangulag elfogadásra javasolja. A bizottság elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, vélemény? Nem látok jelentkezőt, dönthetünk.
Aki határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, elfogadta a testület. És a következő tulajdonosi hozzájárulás a 0336/10-es ingatlan vonatkozásába csőkapcsolat kialakítása céljából Melindája szó. A MOL megbízásából a Talvétterv Kft. Keresett meg minket a Hexum tartálypark közötti, illetve a meglévő csőhálózat közötti új cső fektetése kapcsán. Ezen munkálatokhoz kapcsolódóan a 0336/10-es számú ingatlan érintett, ami önkormányzati tulajdonában van, és ehhez kérik a hozzájárulásunkat tulajdonosi hivatalos kiadásában. Az érintett terület az 1122 négyzetméter, amihez a tulajdonosi hozzájárulásokat adnunk kell, illetve vagy kérik, és mindemellett kártalanítási igényt tartunk fenn, ezt közöltük is a céggel, ennek ebben semmi problémát nem látnak, ez külön közlik majd ennek az összegét, illetve külön lesz egy olyan eljárás, ami szolgalmi jogot jegyeztet be erre a területre, ezt külön fognák megkeresni a testületet. Maga a munkálatok részben már elkezdődtek, tehát látjuk itt, hogy már előkészületek történtek. A tereprendezés oly módon fog megtörténni, hogy az eredeti állapotba fogják visszaállítani, tehát igazániból látni már nem fogunk semmit, ami most történik. Hogy ehhez kérem a tisztelt testület hozzájárulását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A pénzügybizottság tárgyalt? Így van, és elfogadásra javasoltuk egyhangúan. A bizottság elfogadásra javasolja. A kérdés vélemény van-e? Ha valaki a Vámosgyörgyi úton megy, látja már, ott csövek ott vannak ilyen autógumikra lerakva, az összesülyezve a földbe, utána helyreállítják a helyet. Dönthetünk. Tehát aki határozati javaslatot elfogadja, szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, elfogadta a testület. A következő napirendi pontunk a Patak utca 37 alatti ingatlan kijelölése eladásra. Ez egy olyan 435 négyzetméter nagyságú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan, amelynek az eladását kérjük, hogy eladásra jelöljük ki, aminek az a menete, hogy utána felértékelés és meghirdetése eladásra, vételre ennek a Patak utca 37 szám alatti ingatlannak. A pénzügyi bizottság tárgyalta? Egyhangulag elfogadásra javasolja. A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, vélemény? Mindenki előtt ott van, hogy melyik ez a ingatlan, ahogy Patak utcáról kimegyünk a Tavasz utcára, ott a sarok. Jobb oldalt a sarok, mert bal oldalt egy ilyen mély fekvésű rész van. Dönthetünk? Tehát aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, meghozta döntést a testület. A Városkert utca 33 ingatlan eladásával kapcsolatban kérem Melindát a beterjesztésre. Az ingatlan honlapunkon meghirdetésre került. A szomszédos ingatlan tulajdonosai vételi szándékot jelentettek be erre a területre, erre az ingatlanra. A felértékelés megtörtént programi értékbecsülő által 720 000 forint plusz áfában állapította meg ennek az ingatlannak az értékét. Ennek megfelelően kaptunk vételi szándéknyilatkozatot a szomszédos ingatlan tulajdonosaitól, elfogadva ezt az árat. Javasoljuk ennek az ingatlannak az ilyen formában értékesítését. Önkormányzatunknak célja nincs ennek felhasználására, úgyhogy javasolt ennek az eladása ilyen formában. Kérem a testületnek hozzájárulását ehhez az eladáshoz. Köszönöm szépen. Az utca szempontjából sem mindegy, hogy egy romos épületet tüntettünk el, és most egy telek szépen kialakult ott. A bizottság tárgyalta? Egyhangulag elfogadásra javasolja. A bizottság elfogadásra javasolja. Kérdés, vélemény van-e? Szavazhatunk? Tehát aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon most. Köszönöm szépen, ellenvélemény, tartózkodás nem volt, elfogadta a testület. A következő egy kicsivel bonyolultabb. Árokszálláson úgy ismeri mindenki, hogy a sörfőzde. A sörfőzde melletti és mögötti telekről szól ez a előterjesztés. A Rákóczi utca 55 és a Gyóni utca 2 szám alatti ingatlanok.
Ezeket a ingatlanokat rossz épületekkel együtt azért vettük meg, hogy az utcát ki tudjuk egyenesíteni. A Rákóczi utca 55 szám alatti ingatlannak a felét közterülethez csatoltuk, a másik felének lehet most az eladásáról gondoskodni, illetve a Gyúni utca 2 szám alatti ingatlanból is, hát jó 20-25%-át a közterülethez csatoltuk, és az a Gyumbolyos kis utca rendesen kiszélesedett és kivilágosodott, mert ott nagyon sokszor nem ismertek menni az emberek, olyan kis szűk, sötét utca volt, és nagyforgalmú utca. Tehát tulajdonképpen ezzel azt a célt, amit kitűztünk magunknak, elértük. Egy romos épület eltűnt a Rákóczi útról, a másik romos épület meg gazdaságosan nem felújítható, tehát alig, hanem azt is le fogja bontani, aki megveszi. Érkezett egy ajánlat a szomszéd részéről, aki megvette a sörfőzdét, és ő a felértékelésben szereplő összeget megajánlotta. Tehát Melindával leültünk, és alkóra nem volt alkalom, mert föltettük a kérdést, hogy ennyit megad-e, vagy akkor hirdetjük tovább. Itt az a gond, hogy össze kell vonni a három telket, mert a helyi építési szabályzat szerint ezen a területen 500 négyzetméternek kell lennie, úgy alakítható ki új telek. Nekünk a két telek se adta volna ki ezt, ráadásul nyeles telket úgy nevezik, nem lehet kialakítani. Tehát tulajdonképpen potenciális vevő a szomszéd. És örültünk neki, hogy azt az összeget, amit a felértékelő megállapított, 2.720.000 forintot, ő azt mondta, hogy megadja. A pénzügyi bizottság tárgyalta. Egyhangulag elfogadásra javasoljuk. A pénzügyi bizottság támogatja az eladást. Kérdés, vélemény van-e? Döntetünk. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon most. Köszönöm szépen. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt, elfogadta a testület. Haladunk. És akkor a 29. a utolsó napirendi pontunk. A 325/13-as ingatlan eladása Bogdán Flórián utcába. Erre van a bizottságnak egy véleménye, amit kérek elmondani. A bizottság egyhangulag nem javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. Igen, köszönöm szépen. Tehát a bizottság nem javasolja elfogadásra. Olyan problémák jöttek közbe, amit nem tudtunk előre, a fölértékelő a felértékelésben nem jelezte. Most, ahogy bejártuk a területet, most derültek ki olyan dolgok, ami költséget jelentenek. Ennek a fölmérésére délelőtti megbeszélésen kiadtuk a feladatot, és hogyha meg lesz ennek az összege, akkor azt a felértékelési összeghez hozzáteszünk, és úgy hirdetjük meg újra. Nem hagy bennünket a tatár, tehát van rá időnk. Ha lesz soron kívüli, akkor arra viszük be, ha nem, akkor pedig a következő soros ülésre. Tehát egyetértek a bizottság döntésével, azt akartam ezzel elmondani. Kérdés, vélemény van? Tessék, parancsol. Nem lenne, hogy a önkormányzatnak meg kellene szüntetni oda a további szemétnek a odahordását, mert oda csapás vezet. Én délelőtt voltam kint, hát végül is ott, ami ott van ez a hulladéknak a nagyobb része, ilyen növényi hulladékok, ahogy már ugye korhat meg komposztálódott, de végül is, ami nekünk az önkormányzatnak is meg kell csinálni, az útrészben is van egy csomó szemét, tehát nem csak amit ki van jelölve eladásra, hanem ahol majd valamikori út lesz, mert ugye már a nyugati oldalon ott már látni lehet, hogy hol vannak a telekhatárok, tehát a út is benne van, úgyhogy azt javasolnám, hogy ott vagy egy kerítéssel, vagy kiszalagozva, hogy hát ne vigyék oda továbbra is, mert most is van friss hulladék. Most elnézést, a mentesítést, ha meg elvégezzük, utána bízom benne, hogy a vevő állja még akkor is a szavát és megveszi, utána ő feladata lesz, hogy elküldje, elzavarja, mert ott ő is ott lakik, tehát tudja is, hogy kikorják oda. Tehát ez nem igaz, hogy nem tudja, hogy kikorják oda. Addig is a mentesítést el fogjuk végezni, és megpróbáljuk megóvni addig. Tehát földdel feltöltjük,
tehát elhordjuk, amit el kell hordani, és földdel föltöltjük. Az előzetes vizsgálat 150 köbméterről szól, hát ez akkor lesz igazi, amikor az egészet kitakarítjuk, akkor látjuk. Ennek a lerakása csak Jászszelken történhet, tehát költségbe arra kell gondolni, hogy 11 forint plusz áfa kilónként a lerakási díja. Én most kérdeztem a fogalmas, hát végül is ő 11 ezer forintot mondott köbméterenként, annyiért tudja elvinni. Hát igen. Mert az végül is ott van. Ott. Tehát jelentős összeg. Tehát szerintem úgy kell vevőt találnunk, hogy ezt kifizesse. Ha egyetért vele a testület. Van-e további kérdés, vélemény, vagy döntet? Tessék meg. Az a kérdésem, hogy ki volt itt a felértékelő? Tehát most itt a felértékelő szerintem hibát követett el. Tehát ő neki, nem tudom, hogy kifizette az önkormányzat azt a pénzt, a felértékelési díjat, de akkor ő nem jó végezte a munkáját, mert itt azért elég nagy hiányosságra derült fény. Tehát azt miért fizettük akkor ki ennek a felértékelőnek, hogyha ez ekkor hibát követett el? Amikor a felértékelés megtörtént, akkor mindjárt nem mentünk oda ki, mert a felértékelés megtörtént, a szomszéd jelentkezett rá, és ment a maga útján. Utána, amikor fölmértük az egész területet, akkor derült ki ez. Délelőtt a megbeszélésen szó szerint felolvastuk egymásnak a felértékelést, nincs benne egy szó se erről a bajról. Tehát ő úgy értékelte fel, hogy teljes értékű ez a terület, ami nem igaz. Szóvá fogjuk tenni, ha lehet, akkor a következő felértékelésnél beszámítatjuk vele. Mert ez valóban ez hiba. Van-e további kérdés, vagy elfogadjuk, amit a bizottság javasol? Aki elfogadja a bizottság javaslatát, kérem szavazzon. A határozati javaslatról kell szavazni, hogy elfogadják-e vagy sem. Akkor eredeti határozati javaslatról súg a jegyző. Eredeti határozati javaslatról kell szavaznunk, ha elfogadjuk a bizottság javaslatát, akkor nemmel szavazunk. Tehát aki határozati javaslatot elfogadja, az szavazzon most. Nincs ilyen. Aki nem fogadja el, az szavazzon most. Egyhangú. Köszönöm szépen, akkor már próbát nem is kell tenni, hogy kitartózkodott, mert egyhangú, és igyekszünk jobban előkészíteni a következő alkalomra. Én nálam elfogyott a napi rendi pontok sora. Van-e bejelentése bárkinek is a napi problémákon túl? A nyílt ülésre tartozó bejelentése? Nincs senkinek. Köszönöm az aktív részvételt.